6 óra, 8 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hello Laci, hello, jó reggelt! Hello Gyuri, jó reggelt! Hello. Sziasztok! Hello. Évi, jó reggelt! Neked is? Mindenkinek remek volt a hétvégéje? Nagyon! Igen. Neked családlátogatás család, volt. Ti koncert. Mi koncerten voltunk Gyurival, lányommal. Igen, nagyon jó volt. Óriási csapat voltunk szerintem is. Ez egy emlékezetes este volt, mondjuk így finoman. Szépen, Évi, nálad? Én kúráltam a kisfiamat, beteg lett természetesen, mert egy egész hétig járt oviba. Igen. És akkor ilyen klasszikus megfázásos tünetek? Ez a kis nátha, igen, folyik az orra. Istenem. Igen, lámpázunk meg minden, ami otthon van. Milyen lámpád van erre? Infralámpa. Ja, az infra, az a klasszikus, amit a nagyanyám is használt? Az, igen. Ja. Tehát gyakorlatilag belenéz valaki egy piros égőbe. Nem szabad belenézni, ja. De igen. Vagy nem hosszan. Igen. És ez mit csinál egyébként? Tehát ebben hiszel? Mert nem? Tehát ez egy picit olyan, mint a vallás. Nem hiszem, na, ez nem ilyen olyan orvosi dolog. Vallásban nincs lámpa. Ugye? Nem kötelező legalábbis. Hát kitágítja itt az ereket, a hajszálereket, és akkor ki tud jönni a folyadék az orrüregből, meg az arcüregből, és nem gyűlik be igazából, csak ennyi. Ez és a titka. És akkor két nappal hamarabb meggyógyul. Ez meg a szalvuszvíz, ez a kettő segít. Így. Te én párbeszélben vagyok az Évivel, és te folyamatosan... Én meghallgatom, én nem minden veszőnél... Megértésemről biztosítom Évit. Nagyon köszönöm, jól esik, és a szalvuszvíz, gyerekek, hát az egy csodaszer mindenki. Én ilyen decis pohárral iszom. Az is egy vallás, nem? Nem. Nagyon jó. Bocsi. Mint a kombucsa, az nem egy vallás? Ezt mondjuk nem is. Nem, az egy ország. Tudom, a vörös kmerek, tudom. Ja, így van. Hát. Ja, Istenem, gyerekek. Na, szóval remek hétvégével. Gyuri, te is szétcsaptad magad, ugye? Hát igen, azért sűrű lett a hétvége. Miért te is? Miről beszélünk most? Nem tudom. Ja, a szombatról, ahol már nem voltunk együtt. Igen. Nálam vendégek voltak. Nekem is jöttek vendégeim. Mindenki szereti, ha nézik, miközben szétcsapja magát. Igen. És te nem szoktál inni, Évi? Anyuka vagyok, hogy ne innék. Ne vicceljetek. Hogy ne, hát csak úgy lehet bírni. Főleg a beteg a gyerek. Így van. Persze. Istenem, gyerekek, kezdjük el. Tényleg mindenkinek látom, hogy mindenki kisimult, jó formában van. Nos, Gabi bátyám üzenik, jó reggelt, ha vasárnap reggel 6:30 nem flexel senki, akkor bizony nekem kellett. Elnézést a szomszédoktól, a McLaren-es, aztán Svej, jó reggelt, bocsi tím, ezzel az egyfokos szélcsendes párás idővel kezdődik szelevényen a hét. Öcsi a kamion, szuper. Aztán tankcsapdán volt hétvégén, bocsi Nóri Gyuri, a fejes Tomi kutyája biztos, hogy nem puli. Oké. Okay. Évinek a koránkelés okoz néha gondot, hol árulnak jó áron vietnámi dongot. Egyre jobb. Laci kicsit vonatozott szombaton a hegyen, a sárga nadrág jól áll, csak Szabó kéznél legyen. Dobre Morgan, Tonyó. Igen, nagyon figyel mindenki. Nagyon rendben vagytok. Ja, aztán adjon Isten, nem cifrázom, szép napot mindenkinek. Egészség legyen meg, bocskor, Jóci a sztárpásztor. Halleluja Istenek, Nikkelsdorf 5 fok, 2 km stau, sűrű anyázás. Legalább tovább tudom hallgatni a műsor, Dr. Piktor. Ezt te már látod, Évi? Nikkelsdorf, hát gondolom akkor kifelé, hegyes halomnál, hogy 2 km dugó. Még nem. Még nem jött szembe. Nem baj, akkor megkaptuk a hallgatóktól. Aztán, ahogy fiúk, Monday, annyi a feladat már, hogy mint égen a csillag. Depardieu az elfoglalt. Oh. Bocsi, ezek a kamikáze rolleresek Prágában is idegesítőek, majdnem nekem jött, és még neki állt feljebb, rohadjon meg, tartson fel egy autót, ha haladni akar az autóknak kitalált utakon. Jó reggelt, Balú, hát együtt érzek veled. Aztán átaludtam a tegnapi napot, de csak azért, hogy hamarabb hétfő legyen, 6:08, csodás hétkezdést, Audis Dóri. Nagyon jó döntés volt. Nincs tévém, és nem vagyok Balázsos. A világ egyik legnehezebb nyelvét beszélem, és rajtam kívül még több millióan értik, amikor azt mondom, hogy bocskor. Családnevem megelőzi a keresztnevemet, és nem szeretem, ha eljön a 10 óra. Büszkén gondolok Lovászra, a kettesben beszélgetősre, Lacikára, a kreatív versmondásosra, Anetra, a hírek megmondójára, Gyurira, aki már megint viszlátot mond. Szeretem a 6:08, mert kezdődik a nap. A házi pálinkát, mert megbutít. Itt élek a világ végén, Vogával, Krisztával, reggeli ébresztésben mi vagyunk a császárok, és igenis nálunk van a legtöbb hallgató, bocskor, én így szeretlek. De kedves. De helyes vagy. Ez melyik reklámra volt? Már nem tudom. Emlékeztek, ebben a stílusban íródott egy reklám. Minden másra ott a... Ez nem az, nem. Valami sörreklám. Valami sörreklám, igen, ettől vagyunk mi.
Magyarok, igen. Igen, amiben elmondják, hogy hát igen, mi szeretünk részegen kijönni a piszoárból, aztán valakinek úgy nem így van, kicsit olyan az a reklám. Nem így van. Ezek jó, mi magyarok. Jó, belerúgtál be a fenkölt pillanatban. Tényleg. Hagyjuk már ezt. Van, aki tud elválasztani dolgokat, van, aki meg nem. Nem, van egy hangulat, és valaki meg baltával veri szét. Tehát ez hát, hogyha már szóba kerül ez a reklám, akkor hadd mondjam el, hogy azért nem voltam olyan büszke magyar, amikor elmondják, hogy sörös üveget a fejünk fölé. De nem így volt. Tök helyes. Az a reklám az tök szívhez szól. Igen. Az teljesen... Az a mi összetartozásunk. Ezt az embert miért nem érinti meg? Az alkoholba áztatott szívhez szól. Rendben van, hogy a reklám, rendben, hogy azzal a célral, hogy valaki vegyen egy doboz sört, de miért nem érint meg téged valami, ami jó? Egyszerűen, ami jó. Minden ami... megérintene egész nap, hát hogy fölpuhulna teljesen a közös élmények, ahhoz összetartozás, hogy egy ország megvan, vagyunk. Megvan, nem, de neki nem volt még ilyen. Hogy neki nem volt ilyen élmény, ez az összetartozás élmény, ez egy... Jaj, hát igen, hát happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sweet Ati. Nem tudtad, kinek kell adni, mi? Happy birthday to you. Ati, boldog születésnapot. Ja igen, most ki kell menni ez a... Meggyújtottuk ezt a fáklyát, a tortán, és ki kell menni a tűzriasztó miatt, vagy a füstriasztó, vagy egy mi egy másik helyiségben, ahol szintén van. Ahol szint mindenhol van. Igen. Így van. Ati, boldog születésnapot. Na, hát... Mesélj. Tehát hogy? Megint egy évvel öregebb lettem. Igen. Mennyi vagy most egyébként tényleg? 36. 36? Aha. Na, gratulálok. És Kriszti hol van? A feleséged? Otthon. Mi a baja? Betegeskedik. Igen. Hát. A bölcsesség fogát, és most hát, nem úgy néz ki, hogy... De hogy néz ki, felpuffadt? Igen, egy picit. Hát nem picit, de igen. Nem picit. Ja. Értem, jó. Ezen tud most beszélni, és úgyhogy most lábadozik. Lábadozik. Jó, a jóbulás Krisztinek, neked boldog szülinapot. Nagyon szépen köszönöm. Ú, micsoda ünneplés lesz. És megint a Laci fizette. Az ember, akiben nincs együttérzés, empátia, és még soha nem tartozott senkihez, ő vette a tortát. Én pontosan ezzel a lelkülete. 6450 volt. Pontosan ez. Na, ez a lelkülete a Lacinak. Ez így ez. Van. 6450 volt a Daubnernél. Ez. Tessék, nesze! Tudod, meg volt ezt a sort kiállni? A döntésképpen hülyékkel, nem tudja, hogy füstölt sajtos vagy sima sajtos pogácsát kéri, és ott várok rá. Már nő is agyvérzést kap a pultban. Ugye, hogy mennyire te lehet az ember töke az Ati szüli napjával? De Ati, de arra, hogy tényleg pont ma kellett. Pont tegnap a Daubnerben voltam, erre a születésnapod van. Vannak olcsóbb helyek is. Hát ehhez ragaszkodnak, mit csináljak? És, ezeknek minőség kell. Találtam volna műanyag dobozosat is, olyan kéztortát a izébe, a hipermarketbe. Van, hát így van. Hát én tudom, hogy van. Na, abban ugyanúgy visít a gyertya. 1200 ér. Jó, na, akkor szerintem nézzük meg, Anett, drágám, írt nekünk azért, nem kell még búcsúznunk az enyhe időtől, most jön csak a java. Szerda csütörtök magasságában akár 20-25 fok is lehet. Addig sem lesz dráma, ma például hűvös, ködös reggel után országszerte előbújik a nap, szerencsére csapadéktól sem kell tartanunk. Az enyhe szél mellett napközben 13-17 fokot mérhetünk, a meleg időszaknak a jelenlegi számítások szerint egy pénteken érkező hideg front vet véget, öltözzünk rétegesen, becsapós az időjárás. Tehát lehet, hogy nem is így lesz, mert becsapós. De ez most a péntekre vonatkozik, ez az öltözünk rétegesen, vagy ez most egy ilyen általános tanács lehet az Anettől? Mindenkorra szerintem, Anettet is ismerve. A divat szempontból is jó. Így van. A divat szempontból is, igen. Ma Lukács névnap van. Isten éltesse. Isten éltesse. Ma tartjuk a magyar regényírás és a magyar festészet napját. Isten éltesse. Igen, 1867-ben. Mi ez? 154 évvel ezelőtt Oroszország 7,2 millió dollárért eladta Alaszkát az Amerikai Egyesült Államoknak. Aztán nem volt neki ember, aki átváltsa Ruberre. Pont 100 éve annak, hogy Charles Stride szabadalmaztatta a kenyérpirítót. Wow. Anett megtalálja a fontos dolgokat az életben. Igen. 65 éves ma Martina Navratilova. Mm. És 61 Jean-Claude Van Damme, Gyuri. Ó, hát akkor ma ünneplünk. Ma ünneplünk. Attival közös napja van. 57 éve nyitották meg Japánban a világ első szupersebességű vasútját, a Tokaidót. 99 éves a BBC, és 67 éve ezen a napon mutatták be az első tranzisztoros rádiót Amerikában. Éjjön. Ki az, aki a 99. születésnapját ünnepli? Nem tud várni egy évet, hogy kerek legyen.
BBC. Ki tudja, hogy lesz-e még a századikon, itt meg ünnepelteti magát. Nem, nagyon mellé ment. Köszönöm, Laci, hogy lekövetted ezt a csúfos kudarcot. Na, Gyuri azt mondja, hogy a Pécsen 2 fok van, 14 lesz kevés felhővel, Miami 20, 30 lesz majd, és napsütés. Veszprém most 2 fokos, 13 lesz majd kevés felhő, Ózd 1 fokos, azt a mindenit, 14 lesz viszont, és Budapest is 1 fokkal indult valamikor hajnalban. És 3 van nagyjából. 3-nál azért több. Na mindegy, 14 lesz a csúcs, sehol nem lesz csapadék, mindenhol csak felhő. Oké, köszönjük szépen ezeket, na nézzük a témáinkat. Gyerekek, képzeljétek el, hogy én nem tudom minek az apropóján, de egy cikk összeszedte a 80-as évek? 90. Több, nem, inkább 80, nem ez 80. 70-80, esetleg 90, jó, mert a Spice Girls is. Uh-huh. Összeszedett egy pár olyan előadót, olyan slágert, amelyet mindannyian imádunk, fújunk, fütyülünk, dalolunk. Ha kell, ha nem. Igen. Amelyekben ugye ismerjük az előadókat, de többnyire nem ők énekelnek, hanem valaki más. Tehát egy kamu volt, ez egy átverés volt. A világ legnagyobb botránya egyébként ezzel kapcsolatban a Milli Vanilli volt. Aha. Emlékeztek még erre? Az, hogy hívták őket? Rob and Feb, vagy valami ilyesmi? Ja. Na mindegy, ők németek Siegfried. Egyébként. Rob and Feb and Siegfried. Hárman, a ketten. Na, lényeg az, hogy a Milli Vanilli még Grammy-díjat is kapott. És képzeljétek el, gondolom, hogy sokan tudják, de sokan nem tudják, mert halljuk ezeket a dalokat a mai napig, hogy ezt nem ők énekelték. Tehát gyakorlatilag tök más énekesek énekelték, csak ez két helyes színes bőrű fiú volt, igen. És ők jól táncoltak, és ők adták elő a világ előtt, ez nagy titok volt. Grammy-díjat kaptak. Majd aztán volt MTV Music Awards, nekik engedélyezték valami miatt, azok nagyon morcos volt a menedzserük, egyedül, hogy playback-elhessenek az MTV átadón, vagy hát nyilván nem tudnak énekelni. Hát igen. Egy nagy hazugság ez az egész. Na várjál, de nagy lebukás lett, és visszavonták a Grammy-jüket. Hát ezt teljesen értettem, megvezették az egész világot. Abszolút. Igen. Aztán eléggé csúfos halála lett az egyik tagnak, és valószínűleg ennek is köszönhető ennek a traumának, hogy megszégyenültek tulajdonképpen a világ előtt. Na, és aztán ott volt a Bonnie M, ott volt a Spice Girls-ből Victoria Beckham nem is énekelt. Igen. Szép karrier ahhoz képest. Az is szép karrier, így van. Tehát volt egy csó Paula Abdul. Hát egy táncos nő volt, nagyon jól táncol, de hát nem kell mindent tudni. De hát így van, soha nem lépett fel élőben. Tehát egy lemez volt, vagy talán nem tudom, lehet, hogy többi, nem ő énekelt. És képzeljétek el, hogy ez nálunk is így volt. Uh-huh. Tehát Magyarországon is a 90-es évek csomó slágerét nem az az előadó adta el, akit látunk a videoklipekben, vagy láttunk, nem tudom, mindenféle tévé fellépéseket. Igen, tehát magyarul, hogyha nálunk láttál itthon a tévében egy Milli Vanilli klipet, akkor nálunk se ők énekeltek. Laci. Magyar előadókról beszélünk. Ja, azt nem mondtad. Nem, de a te szellemességed abban merül ki, hogy nekem helyre kell hoznom hülyeségeket? Igen. Igen, azt hiszem. Azt hiszem. Na mutatok például egyet. Mi jelenik meg előttetek ilyenkor? Az a videoklip meg van még? Persze. Igen. Gyönyörű vöröshajú nő. Hát ez nem vöröshajú volt, ez egy szintén ilyen nem? Igen. Picit színes bőrű volt, fekete hajú volt, a vörös hajú az egy másik volt. Szerintem nem az... ketten volt. Ő is mindjárt sorra került. Nem ketten volt. Ketten a vörös hajú meg a másik. Ketten voltak, volt egy fiú, az se volt vörös hajú, és volt ez a lány. És ott voltak a nagy vitorlás hajón, és fújta őket a szél. Nem. És a fiú el volt foglalva valamivel, amit talán hangszer volt, és... Akkor úgy nézegette. Nem annak használta. Nem annak használta. Igen. És ott volt a lány. Ezt nem ő énekelte. Uh-huh. Ez nem ő énekelte. És egy csomó ilyen van, és akik énekelték, például Czerovszky Henő, egy vokalista lány, 1000 éve, akkor Keresztes Ildikó, akkor Kozma Orsi, ők voltak ezek a hangok, és majd mutatunk majd később, amikor ezzel foglalkozunk, egy pár olyan dalrészletet, amelyről azt hiszitek, hogy ők énekelték, és nem ők énekelték. Kamu az egész. Mennyire természetes volt tényleg a 90-es években? Titok volt ez ám.
Hát egyébként, ja, akkor mi sem tudtuk, de hogy tulajdonképpen most ez olyan nagy bűn. Ez egy jó kérdés, hogy ez olyan nagy bűne, egyébként ezzel az egész magyar balhéval 2012-ben Czerovszky Henny állt elő, aha, amikor ő saját jogon énekesnőként valamelyik versenyben szerepelt, és akkor ez így kiderült. Na nem is ez a baj, illetve nincs is baj. Erről beszéljünk majd, hogy ez most nekünk átverése, uh-huh, mint fogyasztónak, és abban az időben volt egy zenei menedzser, aki gyakorlatilag minden ilyenen rajta tartotta a kezét. Uh-huh. Ha jól emlékszem, a Warnernek volt ő a... Én is úgy emlékszem. Így van. Jós István. És Jós Pistivel beszélünk erről a korszakról. Uh-huh. Igen. Ő tök jó fej, és ő abszolút tudja, hogy akkor mi történt. Egen például az érdekel, hogy tudta-e az igazi énekes, hogy nem ő kerül tehát, hogy amikor behívták a stúdióba, hogy ő mit énekel föl, tudta-e, hogy ez nem az ő dala lesz? Igen, vagy kezében nyomtak egy 5000-es, hogy jó van, tedd el, jó lesz. Volt-e titoktartási szerződés? Aha. Hát, meg ilyenek. Igen. Na jó, erről beszélünk majd, és ezeket a dalokat bemutatjuk, ez az egyik. A másik biztos, hogy emlékeztek Sinka Popey Zsoltra. Ő az az erőművész, ha lehet így mondani, akinek a lánya Dotti elhúzta ugye a fogával, 11 éves lánya Dotti, elhúzta fogával Arnold Schwarzenegger egyik volt kedilekét. Uh-huh. Igen. És akkor beszéltünk velük telefonom. Így van. Dottival is, meg ugye az apával Popeyjel is. És képzeljétek el, hogy Popey most a héten egy újabb rekordra készül, 3 egymásba fűzött, ha lehet így mondani, kamiont húz el a fogával. A fogával? Igen, tehát a kamionra rá a kötél, az a szájába, és aztán indulás. Én keményebb almával nem merek kikezdeni, nem hogy 3 kamionnal. Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Hát ez a fog teljesítménye, vagy a láb, vagy minek a teljesítménye ez? Hát, vagy a fogorvos teljesítménye. Átkapocs. Kapocs, a nyak is nagyon dolgozik szerintem, hát ott valamivel húzni kell fejjel, úgyhogy ez egy óriási összetett dolog. Ez egy óriási összetett dolog, és ezt a héten fogja megcsinálni? Szerdán. Méghozzá. Szerdán. Igen. Szerdán. És felhívjuk Sinka Popey Zsoltot az előkészületekkel kapcsolatban. Uh-huh. Mert tényleg érdekel, meg szerintem, na mindegy, engem minden szempontból érdekel az, hogy itt igazából mi történik. Hogy gyakorol valaki? Elmegy éjjel egy kamionos parkolóba, és elhúz egy pár kamion, miközben alszik a kamionos benn a fogával. Átparkolja egy picit ide. Igen. Az luxemburgi kamiont odébb rakja, a törököt átviszi előre. Biztos úr, esküszöm, hogy nem itt a tilosban parkoltam le éjjel, amikor leraktam. Igen. Na jó van, Vokci egyszerűen csak folytatja a túlélő tippjeit. Ezek nagyon jók voltak nagyon, múltkor. Ugye? Nagyon. Ugye volt hát a tevés, amit te mondogasz egyfajta, hogy be kell bújni a tevébe a sivatagba, hogyha hideg van éjszaka. De mit mondott még ő, hogy a futóhomokból, hogy ja, mászol ki. Igen, például. Nagyon hasznos. Meg a Niagarából, ha leugrasz, akkor milyen pózba érkezzél. Igen, és hát igen. A vizelet tisztító tabletta is előkerült. Így van. Ezen a flón még van bőven információ. Ezen a flón még megyünk tovább ma Vokcival, és most jöjjenek a pénteki nap legjobb pillanatai. Hát ugye múlt héten sok minden volt, többek között Sylvester Stallone, hogy mennyire vérmes após ő, aztán jött a tanács a hallgatóktól, hogy beszéljünk már vérmes anyósokról is, és vonalban volt Veronika, aki tényleg egy hajszál hiány megverette a lányának a pasiát. Igen, aztán gyorsan felhívtuk Veronikát, és elmesélte, hogy végül is miért állta meg ezt a dolgot. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? 3-7 elmúlt 3 perccel, és töröm a fejem. Na. Igen, jó, nem, először legyen az, hogy itt megnézzük igen, az SMS-eket. Jó reggelt, egyszer megyünk el a hashtag bocskor felvételére, és rögtön későbbre is rakták a műsort, 16-os karikával puszi Fati. Fati, de ez most kivételes volt, jövő héten visszáll a rend, és egyiket tök cukik voltak, ott voltak. 16-os karika, ment a durvulás. Mert hogy később, nem azért, ja. Mert hogy későbbre került azért. Anyuka vagyok, hogy ne innék, Évi, de jó fej, üzeni Pacsi Tomi. Ja, aztán Laci, fantasztikus reklám volt a soproni sörüzeni Depardieu, szerintem is. Jó van. Na, jó reggelt, jó volt a tankcsapda koncert, szarul néztem volna ki, egy tésztaszűrővel az első sorban, imádtam minden pillanatát, tankcsapdás Pityu. Egyébként jelzem, nem kell meghegeszteni, a sok-sok felajánlást köszönöm. De én is láttam neked a hétvégén. Vettem egyet. Vettem egyet, és még a pénztáros is le volt dermedve azon, hogy mennyibe. 3500 forint körül volt egy ilyen ekkora kis tésztaszűrő. Ne hülyés ki, 2000-ért találtam neked. Most már mindegy, megvan. De hát ez évtizedekig jó lesz most. Nem? Ez egy örök hű barát. Persze, megéri jó minőséget venni az ilyenből. Köszönöm, Gyuri. Te is a tészta szűrő. Kérhetek egy nagy tapsot az Iker lányainak, akik tegnap aranyérmet nyertek a Magyar Levegő Sportok Szövetsége által megszervezett Magyar Kupán. Duóban, karikán. Köszönöm szépen, egy büszke apa. Gratulálunk, csak nem tudjuk mi ez.
Mi ez a levegős sportok szövetsége is, hogy karikán? Évi, te nő vagy, te biztos tudsz ilyet. Fogalmam nincs, nem tudod. Tudom sajnos, de rögtön utána nézek. De mi ez a hula-hop karika? Vagy szerintem az, amikor hát valószínűleg annál egy kicsit erősebb, amikor azt fölfüggesztik valami szalaggal, és akkor tudod, azon megy a tornászkodás, amit a Pink is csinált a koncerten, amikor olyan szalagban volt gabajodva a levegőben. Szerintem az? Igen, hajlékony lányok magas iskolája. Jó. Ezt írja az utánpótlássport.hu. Akkor valami ilyesmi lehet ez, igen. Mm-hmm. Ja, na, és baleset van Tompa bejáratánál az 53-as főúton, rendőri irányítás mellett halad a forgalom, nyúl a hegesztő. Köszönjük mindenkinek az infót, Laci, mi az, ami lenyűgöz? Hú, gyerekek, nagy botrány van Amerikában, még a CNN is csinált belőle egy nagy riportot, mert egy lány a TikTokon csinált videót, Anna Sexnek hívják egyébként. Mi? Ez a neve. Anna? Anna Sex. Ez a neve. Ennek a lánynak, akit egyébként mi itt látunk is. Aha. És ő arról beszélt, hogy van ez a Coach nevű amerikai, egyébként luxus márka, főleg táskákat csinálnak, de hogyha valami nem úgy sikerül a gyártósoron, ha ezt nevezhetjük így, akkor így egy hatalmasat belevágnak a táskába, mert ez nem olyan, mint amit mi elvárunk, és ezt ők kidobják. Tehát ez egy prémium márka. Abszolút luxus márka. Abszolút luxus márka, és maga a gyártó, hogyha valami nem teljesen ez, akkor ők direkt szétvágják a terméküket. Igen, és néznek, mutatja, hogy szandál, táskákat, mindent, ez hatalmasat egy nagy ollóval, vagy nem tudom mivel belevágnak, hogy azt nehogy el lehessen adni, mert nem olyan rajta a varrás. Ugyanúgy kiszolgál, tehát a táskába tudsz pakolni, válladra tudnád akasztani, a szandál tudnád hordani, csak nem olyan, mint amit ők elvárnak. És ebben most nagy botrány van, mert közben ez a cég a másik oldalon meg azt promozza, hogyha valami történik a táskáddal, vagy egy kicsit a varrás elenged, vagy valami, akkor ne dobd ki, mert fenntarthatóság van, környezetvédelem van, úgyhogy vidd el javítatni, légy szíves. Ők meg a másik oldalon dobják ki a szemétbe, és égetik el ezeket a dolgokat. Nagyon durva. És ez tényleg nagyon durva, hogy nekünk nem jó ez a dolog, hogy egy picit el van romolva a varrás rajta, akkor mi a baj, vagy a cipzár nem olyan, vagy a pánt nem olyan, amit elvárunk. Nem, önmagában perverz ez a pazarlás. És ezt most tök komolyan mondom, ráadásul, hogy ezek nyilván látjuk is, hogy prémium anyagból készült dolgok, tehát ebből tényleg nem lesz más, mint szemét. Ez nem újra hasznosítható anyag, mert látom, hogy a cipzár keresztbe van vágva, a bőr kereszt, ha egy bőrt elvágsz, az nem lehet újra hasznosítani, az kész, az kuka. Igen. És... tehát ebben ez a szörnyű, és akkor az ember persze gondolhatja tovább, hogy és egyébként nem tudom, rászorulók, stb. Most folytathatnám a sort. Igen, persze, hát ezeket oda lehetne adni valakinek, de egyébként azért is pörgött tovább, mert a CNN elkezdett utána nézni ennek a dolognak, és kiderült, hogy 2017-ben erről van adat, a Burberry az 36 millió dollár értékben pusztított el termékeit. De úgy, hogy mint a táskákat, ruha, a ruhaneműket, parfümöt elégették. 36 a Burberry-ről hallottam, és ők ráadásul nem is serejtes árut, hanem amit nem tudtak eladni. Aha, ja, tehát, hogy megmaradt remitendát. Tulajdonképpen igen. Amit és... egyébként a Távol-Keleten gyártattak le napi másfél dolláros fizetések mellett. Na, így van, hát így van. Tehát az egész egy nagyon-nagyon... Ugyanakkor nézd meg, ott vagy te, mint Burberry, vagy mint Coach. Coachot nem ismertem. És egy luxus márka vagy, mi adja a luxus értéket? Hát az emberi hülyeség. Oké, de hát nem teljesen pont, így pont van. Pont az exkluzivitás, hogy mindenki nem birtokolhatja. Pont az exkluzivitás, hogy nem mindenki, vagy mindenki nem birtokolhatja. Tehát azzal, hogyha én a megmaradt, nem tudom, sálaimat, táskáimat, nem tudom, ruháimat, stb., most Burberry-ről beszélek, odaadnám rászorulóknak, szegényeknek, elküldeném fázós afrikaiaknak, akkor igen. Onnantól te a márkád exkluzivitását rombolod. Tehát, hogyha egy nem tudom, etióp pattogatott kukorica árus Burberry sálban árulhatja az etióp pattogatott kukoricáját, azért a londoni luxus bige nem fogja megvenni, mert leértékelődik ez a dolog. Nem? Én csak mondom. De, teljesen logikus, tehát marketing szempontból teljesen logikus, amit mondasz. Más kérdés, hogy egyébként tényleg a fenntarthatóság meg a szép gondolatok jegyében nem érnie meg? De gondolj bele, ott vagy Etiópiában, ott van két pattogatott kukorica árus az utcán egymás mellett. Ismerem őket. Az egyik Burberry sálban van. Igen. A másik az nem, se az etióp népviseletben. Melyiknél vennél pattogatott kukoricát? Hát az etióp népviseletes vennék, mert hülyének tartanám azt, aki Addis Abebában sálban van. Hát, ha mit csináljon az éjfajlattal? Ezzel a divatérzékeny popcornárus fűvel valami nem stimmel. Valami. Hát rossz a hőérzete. Divatérzékeny popcornárus fiú. Nem lehet ezt rátolni. Meg hát a másik oldalon meg ugye ott vagy te fogyasztó. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha ők mondjuk legyártanak egy hibás terméket, akkor te hajlandó vagy azt elfogadni tőlük. Tehát mondjuk te beülnél a Mercedesbe, de ilyen, mit tudom,
tudom, a bőrülésen gírbegúrba a varrás. Na most pont ezt nem mond, mert pont a bőrülésem a varrásánál van egy kis hiba. A Mercedesnél, nem vicc. És itt a Lacika mondta, hogy neki van egy bőrös, aki helyrehozná, csak az le akarja hámozni az egész bőrt az ülésről, és azt meg úgy nem. Hát igen, hogyha úgy akarod, hogy megcsinálják, hogy az utána ne legyen megint rossz, értem. Akkor ezt egy picit jobban. Igen, csak félek a magyar műhelytől, aki lerántja a bőrülést. Tudok, tudok. Tele van elektronikával. Tudok jó kárpitost. Tudom. Gyuri tudja, mert másfél hónapja próbálja ki, hogy milyen az a kárpitos. Szóval ez egy érdekes dolog, mert onnantól kezdve, amit az Évi elmond, hogy ott másfél dollárért előállításra kerül egy termék valahol Távol-Keleten. Hihetetlen marketing költséget fetszol bele a cég, hogy ezt a másfél dolláros terméket ezt eladhassa 700 dollárért. Bocsánat, nem a termék másfél dollár, a munkabér. Hanem az egész napos munkabér, és az alatt egy csomó terméket előállít. Igen. Az illető. Igazad van, de a termék is lehet, rosszabb, hogy... Még rosszabb a helyzet. Igen, de a termék is lehet, hogy összköltségében nem több, mint 5 dollár. És eladott 700 dollárért. Tehát ahhoz rengeteg marketing költséget fektetsz be, stb. Stb. És van egy célcsoportod, akit megcélzol. Szerintem a Louis Vuittonnak a legnagyobb problémája az, hogy annyian hamisítják, hogy mindenkinek ott van a vállán. Sokszor nem látod, hogy hamis-e vagy, nem csak egyszer ránézel az emberre, és akkor azt gondolod, hogy véletlenül nem engedhette meg magának a milliós táskát. Hát igen. Tehát, aki megvehetné, mondjuk én mondjuk vehetnék egy ilyen darabot, soha a büdös életben nem vennék, mert minden sarkon látod. Nem tudod, hogy hamis, vagy mi van vele. Hát az olyan érted? Nagy baj. Ez szerintem nagyon nagy baj. Igen, mert a luxus, az előbb leszóltad a luxus termékeket, hogy az egy emberi mi marhaság? Hát az emberi hülyeség nagyon nagy része benne van abban, hogy én hajlandó vagyok kifizetni valamiért, ami egyébként nem szolgál ki engem jobban, mint ugyanabból. Abszolút. A 20 dolláros. Szól, azért igen. Én 2000 dollárt hajlandó vagyok fizetni, így ugyanúgy van. Belerakom a személyigazolványomat, meg a mobiltelefonomat. Így van, hát értelme, a luxus eleve értelmetlen. Teljesen értelmetlen. De van. De van, és akik erre bazíroznak, erre a vásárlókörre, az is a szívük joga, és mindenkinek a szíve joga ezt a vásárlókört megtalálni, illetve a vásárlók ezt megvenni. Tehát oké, nincs értelme, de létezik, mint piac. Igen. Ha ezzel cseszed szét. Hát nem biztos, hogy baj. Lehet, hogy be kéne tiltani a luxust, tehát hogy maximálni az árakat. Hát ez legyen luxus. Ezt úgy hívják Észak-Korea. Igen. És ott nagyon jó kis katonai köpenyek vannak, abban lehet járni, semmi gond nincs. Ez egy idő után nyilván az, ha nem lenne luxus. Hát látom, de azért már nagyjából a Kim Jong-un divaton vagy. Ez nagy. Hát mert ez a puritánság? A puritánság az abszolút egy stílus. Ez a fennyáni puritánság, igen. Ez a fennyán fashion, igen. Ez a fennyán fashion. Jó, nem mondom, hogy nem ott készült. Nyilván. De hát minden ott készült. De mondjuk nem lenne, és egy idő után illegális lenne, tehát csak titokban lehetne, feketén lehetne szerezni luxus termékeket, tehát neked nagyon nagy utánajárás legyen az, hogy ne 20 dollárt fizessél egy táskáért, hanem 2000-et. Hát ez van lényeg. Na mindegy, nem ez a lényeg. Térjünk erre a coachra. És most mi a konklúzió ebből? Most az a konklúzió, hogy akkor azt mondták, hogy jó, akkor abba hagyjuk, mint ahogy a Burberry is azt mondta, hogy akkor jó, akkor abba hagyjuk, akkor nem égetjük el ezeket a dolgokat, mert egyébként az adóból leírhatták, tehát nekik ez ezért is volt jó. Gyerekek, az is problémás, most csak előjött eszembe, hogy a vámon elkobzott hamis áru, uh-huh. Az megsemmisítésre kerül. Tehát, mit tudom én, bejön egy tonna Nike cipő, és azt lefoglalja a vám, aha. Az megy a darálóba. Hát igen. Tehát nem az történik, hogy ugye nem viheti ki az utcára, hiszen egyenként nem szedheti le a vámos néni róla a Nike feliratot, vagy azt a pipát. Itt hát inkább megsemmisítik, mint hogy valóban rászorulóknak odaadják a hamis terméket. És ez is egy dolog. Igen, és mondjuk ezzel is védi a céget. Ezzel védi a céget. Meg a termékeit. Ezzel védi a céget, de csomó fázó emberláb várná a cipőt. Na, akkor megint csak ott vagyunk, hogy nincs értelme a luxusnak. Hanem annak a értelme, hogy annyit termelni, amennyire szükség van. Viszont annyit igen. Hát abból a 2000-esből kijönne, nem tudom, 100 embernek a táskája. Jó, én abszolút nem értek ezzel egyet, szerintem luxusra szükség van azoknak, akiknek szüksége van erre, de azt ki kell elégíteni. Tényleg, amit te mondasz, az tényleg Kim Jong-un. Hát jó, de hát most az is érdekes, hogy valakinek miért van szüksége a luxusra egyébként. Mert az kifejez neki valamit, kifejezi azt, hogy ő vagy nagyon-nagyon sokat dolgozott, vagyonos lett, és akkor ezzel megjutalmazza magát. Vagy kifejezi, vagy éppensége egy pökhendi pöcs. És egyszerűen arrogánsan abban akar mutatkozni és téged lenézni. Ez meg az ő attitűdje, ezt is meg kell adni. Igen, tehát az is jó, aki jutalmazza magát, tehát hogy neki tárgyakra van ahhoz szüksége, hogy megjutalmazza magát mondjuk egy jó munkaeredményért. Pontosan. Vagy bármiért. De ez egy teljesen normális. Hiányokat Évi, pótolja. Te nem szólt, te nő vagy. Te nem... Bólogat egyet. Évi bólintott. Olyan jó, hogy akárhányszor megszólítod, elmondod neki, hogy te nő vagy.
Igen, annyival kellemesebb társaság, mint te. De nem, hogy a nőknek az igény, és a luxus mindig relatív, mert valakinek ez a luxus, valakinek az a luxus. De van olyan, nem, kérdezem, de nyugodtan mondhatsz ellent is, van olyan, hogy az ember megjutalmazza magát valamivel. Igazából ajaj. Értelmetlen. Ja, ugye? Na. De apróságokkal is, igen. Abszolút, tehát az lehet egy parfüm, lehet egy ruhadarab, lehet egy kellék. Hát kaja, nálam mindig a kaja. Látszik is rajtad, hát, hogy nem keveset is, jutalmazod magad. Nem mennyiséget eszem, hanem hogy mindenféléből. Igen, igen, nálam ez a jutalom sajnos. Nem jó dolog, ez sem egyébként. Ahogyan azt sem tartom normálisnak, hogy a Louis Vuitton táskával jutalmazom magam, mert... Nem tudom, hogy miért járhat pont egy ilyen táska, most hirtelen. Nem az, hogy járhat, de hát elértél valamit, egy mérföldkő az életedben. Hú, gyerekek, nagyon túlmentünk ezzel, még tudunk vitázni, vagy tudnánk vitázni 20 percen át, nem fogunk, hanem. Arról fogunk majd beszélni, miután egy cikk most megint elővette a 80-as, 90-es évek külföldi sztárjait, akik nem is ők énekeltek azokban a bizonyos slágerekben, tehát mit tudom én, legyen az Milli Vanilli, a Spice Girls-nél is, a Bonnie M, Paula Abdul. Aha. És eszünkbe jutott, hogy hú, hát nálunk is volt ám ilyen. Annak idején a nem tudom, a 4F Club, a Soho Party, mondjál még? UFO például. Carpe Diem. Carpe Diem. Ők nem azok énekeltek, akiket ismersz a videoklipekből, vagy a tévéfellépésekből. És abban az időben egyébként Jós István zenei menedzser volt az egyik legnagyobb kiadónak a vezetője, és ő pontosan visszaemlékszik ezekre az időkre, és vele fogunk majd beszélgetni, hogy ez bemutatjuk a dalokat, amiről azt gondolnátok, hogy. És az, hogy ez hogy történt akkor? Tehát, hogy fazonokat próbáltak klipekhez, de az nem tudott énekelni, ezért behoztuk az igazi énekes tudta el, hogy nem ő kerül majd a borítóra. Hát, meg a nézőnek nem mindegy egyébként, hogyha kap egy jó produkciót, akkor az hogy rakták össze? 7 óra 13 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci! Hello Bocsi, jó reggelt! Hello Gyuri, jó reggelt! Hello Évi! Sziasztok! Jó reggelt neked is! Van egy balesetünk, majd erről beszéljünk, nézzük, hogy mit írnak még. Azt mondja, sziasztok, örülök, hogy találkoztunk a pénteki koncerten, remélem nem ártott meg senkinek a parfümös szendvics Levi. Gyuri, emlékszel? Emlékszem, igen. Letettek elénk egy tálca szendvicset, amit valamelyik öltözőbe hoztak, és egyfolytában azt éreztem, hogy ennek női parfüm szaga van. És aztán a Bocsi is elkezdte szaglászni, és ő is rájött, hogy ennek parfüm szaga van. A Tankcsapda koncerten. Hát lehet, hogy így kérik. Nem, és akkor szerintem az egyik koktélnak volt ilyen túl eper illata, és szerintem az lengte be az egészet, de tényleg ilyen parfüm illat volt. Igen, körülártak minket, hogy mindenki hülyének nézett, igen. Ja, na, és itt a közlekedési Évi, M0-ás, M1-es felé, Szigetszentmiklósnál 10 autós baleset, más 8-at ír, 7-et ír, óriási stau. Ez megvan neked? Igen, igen, azt írja az Útinform, hogy több gépjármű ütközött, ők óvatosabbak, nem tudják, hogy pontosan mennyi. A 17-es kilométernél és le van zárva egy sáv, ami hatalmas torlódást okoz. Ja, bocsi, te vagy az arrogáns pöcs, ezért Balázsékat hallgatom. De hát engem hallgatsz, hisz rám reagálsz, te bolond. Istenem, hülye vagy, te azt se tudod kit hallgat. Honnan tudod az SMS számot? Honnan tudod az SMS számot? Honnan tudod, hogy miről van szó? Na mindegy, jó. Oké, kezdjük el, gyerekek, ez egy nagyon izgalmas téma. Itt egy picit a Gyuri gyerekkoráig megyünk vissza. Gyuri, hány éves voltál, amikor gyerek voltál? Hát akkor 2 átlagban. Átlag? Mi rántotta le ennyire? Amikor gyerek volt. Na, a 90-es évekről beszélünk. 90-es évek, te akkor már rendben voltál. Én akkor már hát nem gyerek voltam, hanem már fél felnőtt. Na, a lényeg az, és most a 90-es évekre megint csak a popslágerek kapcsán kanyarodunk vissza, hogy volt egy csomó nagyon nagy sláger, mutatok például egyet. Ez. Ez mindenkinek megvan, ugye? Hogyne. Milli Vanilli, megvan a mozgás, két hosszúhajú férfi. Igen. És énekelték ezt. Tehát ez volt aztán ott volt a Spice Girls, ott volt a Bonnie M, bár ők még a 80-asokból lógtak át, vagy a 70-esből akár. Paula Abdul. Aha, és ezekben melyiket? A Paula Abdult én bírtam. Én is bírtam Paula Abdult. Azt olvastam vagy. Annak idején róla, hogy ő egy táncos nő volt. Janet Jacksonnak volt, azt hiszem, a táncosa, én úgy emlékszem. Aha. És aztán ő szóló karrierbe kezdett, és akkor tökörültem neki, hogy de jó. Na és ezekben az előadókban, és most jön a lényeg, az a közös, hogy ők nem is maguk énekeltek. Tehát kiderült, igen, volt egy balhé, képzeljétek el, tehát bárhol, ahol fölléptek, playbackeltek, hiszen a stúdióban
nem ők énekelték fel a dalt. Aha. Hát a playbackhez hozzá voltunk szokva egyébként. Szerintem mai napig van az, amikor a playback az egy létező dolog. Ezzel szerintem a közönség is úgy van, hogy persze ilyen van. De a playback az nagyon sokszor indokolt, de igen. Ugye a saját hangodat playbackered. De ez általában azért van, mert nincs az a technikai felszerelés egy adott produkciónak szűkös a költsége, nincs az a technikai felszerelés oda feltolva, és akkor megy a háttérből, és te úgy teszel, és tátogsz. Oké. De amikor nem a saját... Tehát 1990-ben Milli Vanilli még Grammy-díjat is kapott, és aztán az MTV Music Awards-on egyedülálló módon ők voltak az egyetlenek, akik playbackeltek. Aha. Mert hát nyilván ugye nem tudnak énekelni. Igen. Volna. Igen. Aztán mutatok nektek még egyet. Ezt is mindenki ismeri. Na, igazából a férfi hang volt itt nekünk fontos. She's crazy like a fool. Így van, és ott volt ez a túlmozgásos Bob Farrell, azt hiszem úgy hívták, a színesbőrű egyébként holland fiatalembert, aki ott táncolt a csajok között. Hát nem kell a színpadra, egy túlmozgásos ember egyébként a jó produkcióért. És ő mondta, hogy she's crazy like a fool. Nem ő mondta, nem ő énekelte, hanem maga Frank Farian, az ő német menedzserük, producerük. Legalább házon belül marad. Legalább házon belül. Paula Abdul, a kedvenced, soha igen. Nem adott élő koncertet. Oh, soha. Nem is voltam. És aztán, Gyuri, te akkor már tudtál beszélni, amikor Paula Abdul nem koncertezett? Hát akkor már azért 4-5 éves voltam, ugye 88-ban születtem, úgyhogy gyakoroltam már az éneket, meg a beszédet. Jó. Akkor a Spice Girls is megvolt neked már. Hogy nem, még poszterem is volt. Még posztered is volt. Na, képzeljétek el, hogy a Spice Girls dalaiban voltak olyan részletek, amit nem is a tagok énekeltek. Sőt, Victoria Beckham, ugye az akkori Posh Spice, Victoria Beckham mikrofonját a koncerteken ki is kapcsolták, nehogy ő véletlen énekeljen a többiekkel, mert ő borzalmas volt. Nehogy elénekelincsd magad a koncerten. Viszont nekik fontos volt David Beckham miatt, mert ugye azért ez mégiscsak egy marketing tényező volt már akkor. Szóval ez valahogy így volt, és ez a jelenség, ez egyébként Magyarországon is létezett, rengeteg formáció, amit a mai napig dúdolunk a különböző slágereiket, nem az az előadó énekelte, akiket ismertünk, és 2012-ben volt egy ilyen coming out-ja Czerowski Henninek, ő egyébként egy vokalista, egy nagyon tehetséges. Nagyon sok nagy produkcióban egyébként. Így van, és akkor ő elmesélte, hogy hát igazából ő meg egy-két kolléganője voltak az igazi hang. Aha. Tehát például a 4F Club énekesnője helyett többen is énekeltek, például Czerowski Henni, a Balatoni Lázban, vagy például... Ez például Czerowski Henni énekli, és nem az a Szabina, vagy Keresztes Ildikó énekelte a Félember vagyokat, vagy Kozma Orsi szintén a magyar hangja volt. Aztán mutatok nektek ilyet, hogy várjál most, melyiket keressem meg nektek. Szóhó Parti például, Gyere és táncold át velem az éjszakát. Aha. Azt sem ő énekelte. Ó, szép. Most csalódás. Igen, csalódás volt, mi? A Betty Love nyomta élőben, ő koncertezett élőben. Mert utána elhatározta, hogy ő nem akar ebben a szégyenben maradni, és megtanul énekelni. Erre emlékszem? Nem tanult meg, de koncertezett. De így már értem. De így már érted. Akkor UFO együttes, Szerelem doktor. Hát így már, igen. Hogy tudom. Ez azt hiszem Keresztes Ildikó. Igen. Hát de és mennyire fölismered egyébként. Igen. Igen. Abszolút. Na gyerekek, van valaki, aki akkoriban is rajta tartotta a kezét a magyar popzene ütőerén, és ő feltehetően tudott ezekről a hangcserékről, de ennek az egésznek a hátterére vagyok kíváncsi, hogy miért volt erre szükség, hogy alakultak ezek a formációk, az eredeti énekesek tudták-e azt, hogy mit énekelnek fel akkor, és itt van velünk a Magneoton lemezkiadó egyik alapítója, Jós István. Szia Pisti, jó reggelt, hello! Szia! Ja, bocsi, jó reggelt!
reggelt. Hello, hello. Na, 90-es évek, tudom, hogy ez nem egy aktuális téma már, mert ez 2012-ben egyszer már, hogy végrágta az egész sajtó, de mesélj már el nekünk, hogy például ezek a formációk, itt beszéltünk Carpe Diemről, UFO-ról, 4F Clubról, stb., hogy ezek annak idején hogy jöttek létre? Tehát ez nem úgy történt, gondolom, mint egy ilyen popzenekarnál, hogy a garázsban elkezdtek gyakorolni, és aztán valahogy a lemezkiadó belejük szeretett, hanem ezek, mintha ilyen kicsit ilyen összetett bandák lettek volna, nem? Hát igen, nyilván külföldön származott az ötlet, és hibásak ebben egy kicsit azt mondanám, hogy a kereskedelmi zenecsatornák, ugyanis hát mi történt? Mit látok külföldön, különösen a diszkó korszakban, szép lányokat, szép fiúkat táncolnak, énekelnek. Na most Magyarországon ez nem volt meg, hogy szépen énekelünk, táncolunk, szépek vagyunk, és valahogy össze kellett rakni. Uh-huh. Ugye mi történik akkor, amikor Magyarországon 500 vagy 1000 diszkóklub van, és szeretnék látni azokat az előadókat, akik a televízió csatornáján feltűnnek. Hát meghívják őket, igen ám, de hát ezért tucatnyi ilyen hasonló formáció kinőtt a földből. De akkor ha azt kérdezed, hogy miért adták kölcsön a hangukat az énekesek, előadók? Hát nagyon egyszerű, mert ugye azt mondták, hogy kérem, van egy háttérszerződés, kapok érte egy jó pénzt, lehet, hogy ebből semmi nem lesz. Én, mint szólista, úgyse akarok ebben a műfajban igazán mozogni. Uh-huh. Igényesebbnek gondolom magam. Hadd vigyék. Aha. Aztán nyilván, amikor befutnak ezek a dalok, akkor azt mondják, hogy hű, de keveset kértem, vagy miért csináltam. Na jó, várjunk akkor egy picit. Tehát akkor te azt mondod, hogy ugye itt most soroltunk neveket, mint Szeroszki Henny, meg Keresztes Ildi, meg Kozma Orsi többek között, hogy ők, amikor bemennek a stúdióba felénekelni, ők akkor tudták, hogy más archoz adják a hangjukat, tehát hogy ők sosem szerepelnek majd a lemezborítón vagy a videoklipben, ezt ők tudták? Hát nem ellopták a hangjukat, hanem kölcsön adták a hangjukat. Uh-huh. És azért fontos, hogy egyébként, hogy milyen a magyar fül, vagy mennyire nem foglalkozott azzal, hogy ki például egyik nóta az teljesen másképp szólt, ugyanannál a formációnál, mint egy másik. Igen. Én körbe mentek ezek előadók, hát én egy pár eszembe jutott, a Tóth Edina, a Fehér Adrien, akkor pontosan a Stefani Dujanula, akkor a Balási Betti, Kozma Orsi, Marek Miki, ez így volt. Igen, tudom, abszolút, fú. És akkor ez azt jelenti, hogy ők, például ők velük aláírattak titoktartási szerződéseket? Hát nem nagyon tartották titokba, de biztos vagyok benne, hogy igen. Hiszen azért egy hétfecsétes titok volt. Tehát nyilván kaptak egy komolyabb pénzt, tehát nem egy sima feléneklésről volt szó, hanem egy olyan összeget, amiben benne volt az, hogy nagyon kérlek, hogy erről ne beszélj. Világos. Csak hát utána azt mondták, hogy most engem nem érdekel a titoktartási nyilatkozat, és már rég elköltöttem azt a pénzt, amit kaptam, fel vagyok háborodva, hogy én sehol nem vagyok, ilyen énektudásom, és az én hangommal meg aratnak, és díjakat vesznek át. Milyen arányban? Tehát mondjuk ott van, és most már neveket se tudok, mondjuk a Carpe Diemnek az énekes nője. Fanni? Igen, Fanni, így van. Mi van vele amúgy? Szerintem külföldön ért, tudomásom szerint. Aha. Szóval ott van Fanni, és egy lemezért, most nem a fellépésekért, hanem az egy másik dolog. Egy lemezért milyen arányban kapott Fanni, és milyen arányban kapott Szeroszki Henny? Csak az arány érdekel, nem a forint, tehát hogy Fanni egyáltalán kapott a lemez felvételért? Azért helyesbítenék, mert Stefani Dujanula énekelte tulajdonképpen, ő volt a hangja. Ja, ő volt az álomhajó. Igen, okay. Stefani Dujanula. Itt egy pausál összegről van szó. Tehát nem úgy van, hogy eladunk egy lemezt, és elmegyünk a fellépésekre, és úgynevezett royalty százalékokat kapok minden egyes lemezeladás és a fellépések után, hanem egy összegben való kifizetéssel megváltották ezeket a daloknak a jogait. Ez mondjuk, ez mondjuk egy egység az eredeti énekesnőnek. Fanni ugyanezért a hanghordozóért hány egységet kapott? Hát nyilvánvaló, hát mint egy bármilyen más előadó, aki szerződésben áll, és egy korrekt jutalékot kap tulajdonképpen a lemezei után. De hát be sem ment a stúdióba.
Hát ez egy ilyen világ volt. Erről beszélgetünk most. Azt a mindenit. Tehát még az se volt, hogy Fanni, te örülj annak, hogy felléphetsz a Halligalli diszkóba is, azért kapsz, mit tudom én, 15 ezer forintot, hanem még a lemezből is kapott, pedig azt a kolléganő énekelte föl. Ez a világon mindenhol szerintem így volt, úgy gondolom. Így ez volt. Mindenhol így volt. Nagy összeggel kivásárolták nyilván azt, aki kölcsönözte a hangját, de lehet, hogy nem nagy összeggel. Aha. Csak lehet, hogy éppen egy olyan paszba volt az énekes, hogy azt mondta, hogy kérem szépen, nekem kevesebb is elég, de ez itt van a zsebbe, ez tuti, úgyis megyek másnap egy másik lemezre énekelni, vokálozni, ez nagyobb összeg, ez tetszik, én ne írjam alá. Körülbelül így működött. De nem gondoltak ennyire előre. Aha. A Milli Vanilli volt a legnagyobb botrány a világban ezzel kapcsolatban, nem? Hát szerintem igen, de a Frank Farian is szerintem, mert azért sokan azért összeomlottak, mikor megtudták, hogy a Bobby Farrell azt tulajdonképpen még ezt a keresett se tudta beénekelni. Mert igazán nagy ének produkcióról nem beszélhetünk az ő esetében. Nem, hát ez a brummogás, igen. 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 Pisti, utolsó kérés, létezik-e ez a jelenség ma még a magyar pop szakmában? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nincs annyi diszkó, mint korábban, vagy másképp működnek a diszkó, technikailag sokkal jobban felszereltek, tehát ha valaki felmegy és fellép, akkor fantasztikus környezetben, hangfalakkal, monitorládákkal, keverőpultokkal kényeztetik az előadót. Régen az az igazság, hogy azok az előadók is totál playbackkel voltak kénytelenek énekelni, akik egyébként nagyszerűen énekeltek, csak technikailag erre nem volt lehetőségük. Én azt gondolom, hogy most már ez fontos a közönség számára is, hogy ki énekel. Régen ez nem volt fontos. Régen a látvány volt a fontos, és hogy ismerem azt a dalt, és hogy láthatom élőben. Ezek úgy gondolom, hogy kihalt. Kihalt ez az ügy. Aha. Hát ez érdekes, hogy régen ez hogy volt, hogy a közönség nyilván azt hitte, hogy az énekel, akit ő lát. Akkor is, ha playbackel, de hogy az az ő hangja. Hogyha ő ezt akkor megtudta volna, akkor nem tudom, hogy nem okozott volna a csalódást, mert te azt mondod, hogy neki az a fontos, hogy a látvány ott legyen, az kész. Ő azt el akarta hinni. Aha, tehát aha. Egyáltalán nem zavart, hogy három dalt ugyanaz a előadó három különböző hangon énekel. El akarta hinni. Ez nagyon vicces. Pisti, nagyon köszönjük, hogy velünk együtt emlékeztél erre. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. További szép reggel. Neked is. Szia, Jós István! Szia! Ez milyen jó, hogy a néző is el akarta hinni. Tehát, mintha lett volna ebben egy összekacsítás. Jó van, gyerekek, de legalább szombat este van aztán. De tényleg, hát tök más hangszínen van az álomhajó, meg a következő. Igen. Igen, abszolút. És nem tűnt fel. Gyorsan kérjünk ki még egy kört, mert úgyis az álomhajó jön mindjárt a színpadon. Gyerekek, de ez óriási. Igen, és egyébként meg tulajdonképpen mi a baj ezzel? Semmi. Hát egy jó produkciót látsz a színpadon, engem ez nem zavar. De volt már, hogy a te hangodra plébeket a Fábri? Nem, soha. Nem, hogy csinálja bakádat. Gyakorlatilag a bikám, és jó lenne, ha nem kérdezzél hülyeséget. Jó, nagyon gyorsan fejezzük ezt be. Hihetetlen, hogy szórakoztat. Ja, engem ez szórakoztat nagyon. Na jó van, rendben. Szerintem kérdezzük meg azt, mert azért van ilyen, nem ilyen már nincs, szerintem sincs egyébként, hogy más hangon énekel valaki, tehát nem a saját hangján. Igen. De olyan van, hogy aztán elmész, megnézed élőben, és az nem olyan. És azt mondod, hogy bár más hangján énekelne. Van olyan? Hát én voltam Madonna koncerten Bécsben, azt mondom, hogy gyerekek, hát ezt nem kéne forszírozni, ezt az élő éneklést a Madonnának például. Elhiszem. Tehát, hogy az, amikor valamit nagyon szeretsz, azok a slágerek, amik benne voltak az életedben, és olyan jól szóltak, és jól, egyébként jól is énekel, és odamész a koncerten, és kösz, tényleg. Kösz, Madonna, ennyit, kösz. Ennyit elt Madonna. Hát ez nekem kösz. 97 euróba került, kösz. Kösz. Na, szóval melyik volt az az előadó, akit a lemezei miatt nagyon megszerettél, de élőben olyan rossz volt, hogy el se hiszed, hogy ő énekelt az albumokon. Aha. Ugye? Neked is volt ilyen, Évi? Gondolkodom, Enrique Iglesiasról adtak ki ugye néhány évvel ezelőtt egy felvételt, hogy mit művel valójában a playback koncert alatt, mit ordít a mikrofonjába, és hát az nem volt zene. Hát igen, csak más az, hogy te élményként a nézőtérről egyébként kiegészítve azt, meg kisegítve azt, mivel találkozol, de ez volt egy ilyen hangmérnök megőrülési hullám, amikor a Britney Spears-ről is, hogy fölvettük, hogy énekel igazából. Jaj! Last in the music.
music, your heart will be mine. All I need is to look in your eyes. Viva la musica, say you'll be mine. És a kiejtése se olyan. Nem, ezt megvárjuk, én imádom. Ki a végét? Hogy sem. Ez volt a kis Enriquéd. Engedd meg a szívét. Jó, ezerszer elmondtuk itt az védelmet, meg kell, hogy vegyem. Ez egy ilyen full playback buli volt, aha, ahol ő a mikrofont megkapta a kezébe, playbackről ment az egész, és ő vonyított, nem volt kontroll, se a fülébe, se kontroll monitoron, semmi Kámé nem volt. Kámé magát szórakoztatta vele. És valamelyik szemét hangmérnök, igen, a mikrofonját rögzítette. Nagyon csúnya dolog, tényleg. De nagyon jókat lehet rögni rajta. Ez így van. Jó, na még egyszer. Tehát, melyik az az előadó, drága hallgatónk, akit a lemezei miatt nagyon megszerettél, de aztán élőben köszönő viszonyban nem volt az, amit hallottál? 0620-22-22-122. Ez a Bocskor! 3803 perc múlva, és itt üzenik Jós Pistivel, rengeteg dedikálást csináltunk, remélem emlékszik rám, Elvis a violinból. Hát Pisti már nincs, de lehet, hogy emlékszik, akkor sziasztok, hétvégén harmadszor is Európa-bajnok lett Kis Norbi, a kamion Európa-bajnokságon, hatalmas gratuláció neki, nagykozári fuvaros, wow, és tőlünk is egy nagy taps Kis Norbinak. Ezek menők, ezek a kamion világbajnokságok. Igen, egyáltalán, abszolút. Hát a Norbi zseniális. Sziasztok, Dan Harrow helyett a 80-as években Tom Hooker énekelt, de Dan letagadta, és ezért botrányos lebuktató videó van a YouTube-on. Szép napot János Zuglóból. Próbál megjegyezni a neveket, hogy nagyon fordítva emlékezzek rá. Akkor sziasztok Istennek, Csikidám Robit hallottam hétvégén a pécsváradi leányvásáron, valljuk be, belefáradt. Érthetetlen volt, ahogy énekelt a nagykozári fuvaros. Itt nagyon sokat írtatok még egyébként, és én azért az énekesek védelmében hadd mondjam azt el, hogy baromira nem mindegy, hogy milyen a hangosítás. Tehát ahhoz képest, amit te hallasz, vissza, ahhoz képest irányítod a hangod. Sőt, még a rádiózásban is, nekünk is minden reggel egy ilyen negyedórás hangbeállási procedúra van, hogy mi a fejhallgatón egy olyan hangot halljunk vissza, amiben kényelmesen tudunk beszélni. Igen. És mert abban a pillanatban, hogyha más jön vissza a fejhallgatón keresztül, akkor egy picit torzítasz, ráerősítesz, gyengítesz, stb. Belebakizhatsz. Csupán attól, hogy te mit hallasz vissza. És az énekeseknél, főleg, hogyha egy ilyen vidéki fellépés van, ahol 30 percet énekel ott a helyi cuccon, azért az fájdalmas tud lenni. Sziasztok, Guns és Axl. Tehát a Guns N' Roses és Axl Rose. Azt nagyon sokan írják itt a Facebookon is egyébként, amikor volt a KCDC koncerte Lipcsében, és akkor az Axl énekelt a Brian Johnson helyett, és akkor mondták, hogy hát ez egy kicsit botrányos. Komolyan? Volt. Mert itt a Guns N' Rosesra mondják, és a Guns N' Rosesnak volt ugye a második nekifutása, amikor Axl valami tök más bandával jött ide, és késett is, vagy 3 órát. Ja, ez a legendás, igen. De én annak idején emlékszem a Népstadionban a Guns N' Rosesra, hát az zseniális volt. Aha. Zseniális volt. Akkor sziasztok, ha jól emlékszem, elment, mármint Enrique Iglesias, elment Howard Stern műsorába, és ott rendesen énekelt, vagy nem így volt, bocsi. De pontosan így volt, mert ez a felvétel, ez pont Howard Stern kezébe került, és ő mutatta be, és ott röhögött és vihogott. És akkor Enrique Iglesias nagyon megbántódott, és ő azt mondta, hogy ő nem, a Stern mondta, hogy akkor gyere, énekeld el rendesen. Aha. És elment, és elénekelte rendesen. Igen, tehát, tud énekelni. Tud énekelni, igen. Igen. Akkor sziasztok, Fenyő Miklós bátyánk a mai napig lemez minőségben énekel a koncerteken is. Elhiszem. 2015-ben voltam Roxette koncerten, élvezhetetlen volt az egész koncert. Tudom, hogy beteg volt az énekesnő, de akkor nem kellett volna vállalni a koncertezést, hanem tudta a régi szintet hozni. Üzeni Dóri a tűzoltó lány. Hát nem tudom, hogy ezzel egyet értsek. A Depeche Moddal is ugyanez volt a helyzet. Egy időben ugye rákkal küzdött a Dave Gahan, és én úgy voltam a koncertjükön Budapesten, hogy épp felgyógyulóban volt, kemoterápiák között, és hát nem úgy énekelt, ahogy megszoktuk tőle. Na de hát neki ez erőt ad, tehát őt ez gyógyítja, hogy színpadra lép és érzi a közönség szeretetét. Szerintem ezt így nem feltétlenül hát kell tőle elvenni. A közönségnek is jelentheti azt, hogy egyébként még így is kiáll, mert eljött, igen, hozzánk, és...
Igen, ennek sok nézete van, abszolút, de olyan is van, hogy haló, vannak lekötött bulink, nem tudom hány száz ember, most nem a közönség, hanem aki dolgozik ebben a produkcióban, függ attól, hogy ki tudok állni a színpadra, és azt mondom, elmegyek, megcsinálom. Nagyon sok nézőpontja van. Igen. A Hung Expo Total Dance. Dr. Albán bunkó volt, és szánalmas hangban és produkcióban. De mindegyik fellépő, legyen magyar vagy külföldi, botrányos volt, üzeni Jani. Oké, gyerekek, itt van velünk a Józsi. Hello Józsi, jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Jó reggelt! Na, mesélj, neked milyen élményed volt? Ki volt az élőben? 70-es évek vége, 80-es évek, nem emlékszem pontosan, nem ma volt. Tiszik egy koncertet itt még a régi Budapest sportcsarnokban. Aha. Olyan pocsék volt a hangminőség, torz volt, visszhangos volt, élvezhetetlen. Hazamentem, és fölraktam a lemezt, és hogy valamit halljak belőle. De rosszul is énekelt, vagy egyszerűen csak a hangminőség volt eleve? Nem, inkább a hangosítással volt probléma. A hangosítással. Akkor megint csak hadd mondjam el a produkciók védelmében, hogy nagyon sokszor, főleg a 80-as években úgy jöttek ide nyugati fellépők, hogy magyar cucc volt. És igen, lehetséges. Ott ég és föld volt a különbség. Egyszerűen olcsóbbak voltak a produkciók, emlékszem a Kiss együttesre a Kis Stadionban. Aha. Ahol ők eljöttek, messze nem volt semmilyen látvány, stb. Magyar cucc volt ki, teszem hozzá, brutál jó koncert volt, de hát ezzel tudtak spórolni, hogy idehozzák neked a Sissi Kecst, vagy a Kiszt, vagy a nem tudom kicsodát, hogy itthoni cuccal játszottak. Hát sajnos nagy csalódás volt, élvezhetetlen volt. És hazamentél a buliról? Tehát effektív ott hagytad? Hát nem, tehát megvártam azért a végét, és hazamentem, amit fölraktam a lemezét, hogy legalább halljam azt a hangzást, mert a koncert az élvezhetetlen. Ja. Jó van, köszönjük szépen, Józsi. Nincs mit, nagyon szívesen, további kellene. Neked is, szia. Hello. Madonna, kétszer voltunk koncertjén, te is voltál. Az első Bécsben nagyon kínos volt, szorítottuk neki, hogy valahogy el tudja énekelni a dalokat. Aztán Pesten újra adtunk neki esélyt, hát ha az osztrák hangosítás volt rossz, hát nem, kínosan rossz volt szegényke, kellett hozzá hat jéger, hogy legalább magunkban jól szórakozzunk. Lehet, hogy neki is kellett volna. Igen. Hát... Pedig Madonna egész életében énektanárhoz járt. Tehát hát igen, róla, kidobott pénz. És ez, igen, és ezt a munkát még nem fejezték be. Igen. Talán egyszer kész lesz a hangja. Igen, Howard Sternnek volt egy zseniális, dadogós munkatársa, és őt küldte el mindig sajtókonferenciákra provokatív kérdéseket feltenni, csak azért, hogy őt valószínűleg nem verik meg, mert dadog. Tehát aki úgymond fogyatékos, azt valószínűleg nem verik, vagy szégyenítik meg. És ő például elment egy Ringo Starr sajtótájékoztatóra, és azt a kérdést tette, hogy Ringo, mit csináltál a pénzzel? És akkor nyilván jön a viszont kérdés, hogy milyen pénzzel? Hát amit anyád adott neked énektanárra. Ez volt. Igen. Igen. Na jó, mindenkinek nagyon köszönjük, egy Hungary Machine-t játszunk. Így van, dalszöveget fordítottunk ide-oda, fel kéne ismerni. Akkor hívjatok most 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. És 8 óra lesz pontosan, 8 perc múlva. Szóval itt üzenik, van még egy pár, szia, bocsi, csak egy érdekesség. 1984 Budapest Sport Csarnok SOS Gyermekfalu koncert, csomó együttes, köztük a kedvenc előadóim, a Twins részvételével. Orgona szóló, közben az orgonista annyira beleélte magát a szólóba, hogy felborította az orgonát, de a zene ment tovább. Nagy fütyülések közepette, Bétót Lacinak kellett megnyugtatni a közönséget, elmondta, hogy playbackről megy a koncert, királyok vagytok, csak kitovább. Miért, amikor kijön a műsor közül, ne aggódjanak, hogy a hangszerek tönkrementek, természetesen a CD megy tovább. Nyugodjon meg mindenki. Bocsikám, Klaus Meine, ő ugye a Scorpion szénekese, mindig CD minőségben tolja, mint amikor te kísérted őket 93-ban, Puszi Frenki papa. Hát abszolút, Klaus Meine az mindig. Aztán Sláger Rádió Megaparti koncert, sok zenekart a saját hangosítója alig tudta összerakni. A Korál 4 számra sikerült beállni, más zenekar is küzdött ezzel, viszont Edda vagy Charlie, ahogy kijöttek, úgy szóltak, mint állat. Sobi a fényező. Hát igen, egy ezen is sok múlik. Mert pláne amikor ilyen koncerten, hogy tudod, több fellépő van, tehát nem is mindig van idő arra, hogy rendesen hangbeállás legyen. Abszolút. Nagyon sok zenekar hozza a saját hangmérnökét, és ott hirtelen az első szám alatt kell összerakni a hangképet, tehát azért az nem könnyű. Hát igen, elvileg, az mindig nagyon nehéz. Igen. Az mindig nagyon nehéz, amikor több fellépő van, több igényel, viszont azonnali váltás. Tehát nincsenek mit tudom, órák az átszerelése, meg ilyesmi. Na, játszunk közben? Balázs, itt van velünk? Hello Balázs, jó reggel, szia! Jó reggelt, sziasztok! Ja. Balázs vagyok. Jaj, de megijedtem, hogy itt valami perverz van a vonalban. Nem ez lenne az első eset. Balázs, hol vagy, hogy lihegsz?
Hát éppen megyek Eisenstadt felé, éppen félreálltam. Aha, értem. Viszel valamit? Viszem a motyót. Egy apotékében, ha. Mit vinni a motyót? Gyógyszertárba megyek. Gyógyszertárba mész? Elfogyott az azopirin, vagy mi? Nem, oda viszek egy dobozt. Egy darab doboz kell egy osztrák gyógyszertárnak? Oda csak egy dobozt iszek, igen, aztán megyek Mattersburgba. Uh-huh. Ilyen Billa pluszokba járok. Legfőképpen meg ilyen nagyobb cégekhez. De mit terítesz? Hát raklapos árut, élelmiszert. Ja, élelmiszert. És a patikának mi kell? Hát nem tudom, mi van benne, szerintem valami gyógyszer, vagy a feleség tudja, mi ez, nem tudom. Óriási. Ja, minden. Nem tudom, nem nézni. Mikor van vége a munkanapnak? Hát 5 órakor kezdünk a HAU-ba, hát ilyen 1-3-ig. Aha. Délután 1-3. De akkor nem jössz haza, akkor te kinn alszol. Nem, de hogy is minden nap járunk haza. Ja, minden nap jössz haza. Pápa mellé, pápa is György között lakom. És pápa passzau, az milyen távolság? Nem passzau, Achau. Ja, Achau, bocs. 147. Oké, okay, Balázs, elkezdjük a játékot, mutatjuk neked az össze-vissza vágott, illetve nem vágott, össze-vissza fordítgatott dalszöveget. Mehet? Persze. Képzeld, hogy vakít a fény, örjöng a nyár e földrészen, ne izgasson, ha szakad a hó, mert üdülni cipel a szundicsónak. Így van, nagyon jó, és ez az, amit nem Fanni énekelt, hanem... Stefani Dujanula. Mi? Stefani Dujanula énekelte. Én köszönöm, hogy ennyire jól vágod, de ezt honnan tudod? Tudom, hogy a Pisti elmondta, de... Google. Hogy hívják a hölgyet? Stefani Dujanula. Mondd el lassan, légy szíves, könyörgő. Nyula. Stefani Dujanula. Stefani Dujanula, így már oké, okay, nem értettem. Stefani Du... Stefani Nyulamula, vagy valami ilyen. Na jó van. Balázs, szuper, kapsz egy bocsizacsit. Igen. Mit szeretnél bele? Hát már múltkor játszottam veletek, hát még márciusban. Hát, kancsót nem kaptam. Tehát akkor azt akarsz. Hát, tök mindegy, rakjatok bele valamit, aztán két, jó, akkor is ezt mondtam. Ezt szeretem. Jó. Ez az, jó van, Balázs. Jó utat neked, köszönjük szépen. Amúgy mondtatok valamit az előző témával kapcsolatban? Hát persze. Hát én elég sok koncertre járok, meg jártam is egyébként, és ami nagyon gáz koncertek közül, az a Hooligans, a Csipa, hát az sose tudott énekelni élőbe. Jézusom, meg a, szegény! Meg a Tankcsapda sem, tehát a Lukács. Nem mondd már, pénteken voltam. Mi folyik? Ha nem ismered, De figyelj, de kinyírunk. Megölünk. Itt van az Évi is rajongó, én is. Igen, és hát voltunk minden élő koncerten, hát csodálatos a Lukács Laci. Abszolút. Hát, hogyha, igen, akkor, esetleg akkor, ha ismered a dalokat, ha nem ismered a dalokat, és nem előle át, fogalmad nincs, hogy mit énekel. Elmész egy Mobilmániára, egy Lordra, az Oszcián is éppen olyan, hogy az Endrével voltak problémák, de ő neki olyan dalai, hát nem kicsi, de ő neki olyan dalai vannak, hogy egyszerűen brutális az egész úgy, ahogy van. Na de várjét, most zenei ízlésről beszélünk, nem arról beszélünk. Keverjétek le, hát ilyen. Én is, hogy keverjük le, Évi, hát mindenki meghallgattatik. Elnézést. Így van, de abszolút nem értek egyet. Én hát meg annyi Tankcsapda koncerten voltam nyilvánvalóan, és most túl azon, hogy nagyon jó barátok vagyunk a csapdásokkal, de hát Lukácsék abszolút minden szempontból rendben vannak. Mindenkinek van napi formája, és egyébként az akusztika az nagyon attól is függ, hogy éppen hol vagy, és nyilvánvalóan semmelyik dal, vagy semmelyik koncertnek nem érted a dalszövegét igazából, egy ha nem ismered eleve a dalokat. Tehát az nagyon-nagyon nehéz. Mennyi operában, hát ott megőrülsz. Ott nem tudod a szöveget, hogy mit énekelnek, ráadásul olaszul van. Na, hát én azért ezzel nem értek egyet, hogy nem érted a dolgokat. Elmész egy koncertre, figyelj, van egy olyan palettája egy együttesnek, vagy egy olyan műsor, amit leadnak, 20 szám, vagy 22 dal. Nem kell mindegyiket ismerned, nem biztos, hogy mindegyiket tudod, attól még koncerten átjöhet, és az a jó, hogyha át is megy. Úgyhogy ilyen a például a Lord, a Pokolgép, a Mobilmánia, az Oszcián,
sorolhat, hát most te ezt mondod, hogy Jézus már, én a tankcsapdával vagyok így, hogy, hogy, ezeket... hogy abszolút, tehát abszolút nem lehet kivenni, hogyha hátul állsz, abszolút nem lehet élvezni. Észletek. Hát ha hátul állsz, akkor semmit nem lehet élvezni, de ja, hogy úgy hátul állsz, ja értem. Azért van. Jó. Hát figyú, nagyon-nagyon nem értek egyet, de hát ez szerintem tényleg az, hogy ki melyik zenekart szereti, azt hiszem, hogy erről vitatkozunk most. Igen. Szégyeld magad, Balázs. Nagyon szép. Egyébként nagyon sok cimborám van így a rock életből, mert nagyon sokan... Hát nagyon-nagyon régóta járok koncertekre, és a tankcsapdáról igazából... Tehát most és hagyd abban, mert oda megyek, érted, a hauba. Ne mindjárt, ez egy startba leszek. Jó, oké. Okay. Na mindjárt, Balázs... Jó, elmondtad. Jó, oké. Na, rendben, de köszönjük, hogy elmondtad. Köszi igen. Szépen, szép napot neked. Igen. Lektek is, köszönöm a játékot. Hello, ciao, szia. Meddig tolta volna még? Bármilyen. Majd küldjük neki a csomagot egyszer jövőre. Talán. Nem tudom. Tényleg, törjünk szét egy bögrét és írjuk el Lord. Abban nem, semmi nem lesz szép abban a bocsizatjukban. Abban nem lesz, köszönet. Mindig kétszer ellenőrizzétek a számot, hogy melyik rádiót hívjátok. Ez a nagy tanulság. Na jó, gyerekek. Jó, engem szórakoztatott egyébként. Jövünk vissza nem sokára, és hívjuk Sinka Popes Zsoltot. Ő az erőművész, akivel egyébként nem annyira régen beszéltünk, hiszen a lánya, 11 éves Dotti, elhúzta Arnold Schwarzenegger Cadillacét. Hát micsoda erőművész. Micsoda erőművész. A lánya elhúzta. Ők egyébként félig-meddig Dubajban élnek, Magyarországon, ugye ide-oda jönnek, és most apuka szeretne egy újabb rekordkísérletet, lehet erre mondani? Ez vagy, rekordkísérlet. Vagy egyedi abszolút. Kísérlet, rekord. Egyedi és Guinness rekordkísérlet, igen. Oké, okay, mert hogy most Sinka Popes Zsolt a héten szeretne elhúzni három darab egymásba fűzött, vagy kötött, vagy összekötött kamiont. Ez összességében hány tonna? Hát ezt majd megmondja ő. Ez azt majd megmondja de ő. Minden felszerelésre, mindennel együtt lesznek a kamionok. De miért szerszám készlette? Vagy például, hogy... igen. Hát meg emelő. A hátsó részével, meg mindennel. Emelő. Pol... Aha. Jó. Na, szóval ez megint egy ilyen őrület. És foggal beveszi a kötelet jó. A szájába, és megy hátra. Most látok éppen ilyen képek, elképesztő. És azon a kötélen nincsen semmi olyan, mit tudom én, tudod, az a kis gumi adapter, vagy semmi, hanem rendesen a kötél van a szájába. Elképesztő, most látom itt a képsorokat. Jó, hogy mire készül most szerdán Sinka Popes Zsolt, azt egy pár perc múlva elmondja nekünk élőadásban a hírek után. 8 óra 15, azaz pont 4:09 van. Jó reggelt újra. Mindenkinek sziasztok, itt van a Laci. Hello, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Évi, hello. Sziasztok. Jó reggelt. Na, gyerekek, sok minden van. Először is itt írják, hogy bocsi, keverd már le. Ez az ja, előző hallgatónak. Aztán tankcsapda 100% áramszünetben tökéletesen rögtönzött Unplugged-ot már 95-ben. Uh-huh. Akkor Rocker Balázs utoljára játszott nálatok szerintem. Küldjetek a csávónak tankcsapda csomagot, akkor ez a játékos nem tudja, mit beszél, a csapdások játszottak egy Csongrád megyei kis tök faluban, kétséges hangosítással, és mégis baromi jól szólt be a macskasuttogó. Aztán sziasztok, szép reggel, stresszmentes napot kívánunk annak a két traktorosnak, akiket a 62-es főúton kísértünk 10 kilométeren át egészen Fehérvárig. Üdv, 200 hű követő, 1 kilométer dugó. 200 hű követő. Én ezt nem értem, a traktoros miért megy ki az útra? Azért traktor, hogy menjen az árokban. Az a dolga, nem? Hát de miért kell? Messzebb helyre megy, azért csak muszáj neki is az utat használnia. De miért? De miért kell használni az utat? Olyan kereke van, arra van kitalálva a traktor, hogy a földúton menjen, hát vagy a földön menjen. Passzuljon mindenen keresztül másnak a földjén, nem mehet csak úgy át. És másnak az aszfaltos útján? Hát azon sajnos igen. De a jobb fejek nálunk Békésben úgy szokták, hogy mikor nagyon sokan összegyűlnek a hátuk mögött, lehúzódnak, elmegyünk, és akkor megint visszajön. Békés az az a Zsákutca város, ugye? Igen. Jaj, drága Évi. Na, ez van még, és aztán legutóbbi Scorpions koncertet nagyon nehezen viseltem, csontig hatoló, velőt rázó hangosítása, nálam 30 évvel fiatalabbak is fészkelődtek, fogták a tarkójukat, fülüket, egy korábbi koncertjükön minden rendben volt. Üzeni Józsi. Józsi, látod, én azon a koncerten ott voltam, és szerintem az is baromira nem mindegy, hogy hol állsz, és hol ülsz. Aha. Tehát teljesen más hangzást kapsz itt-ott-amott a legjobb hangosítás mellett. Én például ugyanott voltam, azon a Scorpions is baromi jól szólt, ahol én voltam. Hát lehet, hogy oda volt állítva arra a pontra minden.
az én pontomra. Ahol te állsz, ja. Megjön a bocskorot, olyan jól. Egyébként nálunk nagy vendégsereg van, képzeljétek el, hogy megérkezett egy csomó gyerek a tanárjaikkal, uh-huh. és ők a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola rádió aktív suli rádióját képviselik, és jöttek ide rádiózást nézni, egy picit beszélgetni, megnézni azt, hogy hogy csinálják a nagyok, és mi megmutatjuk. És aztán majd ők lesznek a nagyok. Igen, és akkor mi már otthon ülünk. Akkor a otthon ülünk. A Haciendán. Haciendán, pipa, koktél. És hallgatjuk, hogy jaj, érdemes volt a Tiszaújvárosi gyerekekkel beszélgetni. Igen, látjátok, ők most olyan ütős műsort csinálnak, és én meg már mekkorát mozogni alig bírok. Petike óriási, én már ott láttam. Én már ott láttam, hogy persze. Óriási. Na, emlékeztek még Sinka Popes Zsoltra, gondolom. Persze. Ő az a magyar erősport egyik legismertebb képviselője, mindenféle világcsúcsokat tart, nem olyan rég beszélgettünk vele egyébként, azért is, mert ugye a lányára voltunk kíváncsiak. Ő volt Dotti, úgy emlékszem 11 éves, és ő, hát mondjuk azt, hogy Schwarzenegger nyomdokaiba lépve, de minden esetre Schwarzenegger kedilekét húzta el foggal, egy 11 éves lány. Hát az is vagy 2,5 tonna egyébként. Így van. Na, és hát Zsolt nyilván egy jó példája a lányának, vagy példaképe a lányának, azért egy pár rekordot felállított. Képzeljétek el, hogy volt, hogy elvontatott 2 tűzoltó autót. Aztán foggal elkezdett húzni egy A320-as Airbuszt. Az igen. Igen. Az nagyon komoly. Aztán 2020-ban, novemberben Dubajban egy 32,4 tonna összsúlyú 5 teherautóból álló karavánt, 5 méteren át. Áprilisban világrekordként egy közel 96 tonás vízszállító tűzoltóautót húzott el. Igen. És most egy újabb kihívást enged meg magának. Arra készül holnap után, az a szerda reggel, hogy foggal elhúz valami nagyot. Megint. És mesélt nekünk erről a tervéről, gyakorlatilag ez, hogy kell kezdeni, 3 kamion egybe? 3 kamion lesz egymás mögé kötve, aha. és akkor úgy fogja Zsolt elhúzni majd, és ez szintén foggal. Szintén foggal? Igen. Igen, és amikor Dottival beszéltünk, akkor is elmondta, hogy nincs semmiféle adapter azon a kötélen, a kötelet veszi a szájába, és úgy hozzá el. Nincs, és hát az előbb láttunk videókat, hogy tényleg, tehát olyan kötelet, mint ahogy te megveszel egy barkácsboltban, azt ő befogja a fogai közé, igen. és megindul vele. Na jó, szóval mindenképpen akarunk vele beszélni. Szerdán lesz ez a gondolom, hogy rekordkísérlet a maga módján. Hát tehát... kísérlet, meg 2 esélyes a dolog. Hát valakinek ott maradhat a foga. Hű, te. Igen. Hát ez, Laci, érdemes volt ma reggel felkelned. Sziporka. Benne biztos. Sziporka, ugye? Évi, óriási ez a mondat. Azt mondják, a humoros férfiakra buknak a nők. Így van. De, és a Laci? Hadd legyen már ez a mi dolgunk az Évivel, jó? Itt van velünk Sinka Popes Zsolt. Szia Zsolt, vagy Popes, jó reggelt. Hello, hello. Elnézés a Laci humoros morzsája miatt. Na, figyú, meséld már el, hogy itt a Sinka családnál hogy néz ki egy ilyen brainstorming? Tehát, hogy leültök a konyhába, betoltok egy croissant az igen erős fogaitok közé, és akkor, mit tudom én, Dotti vagy te, kitaláljátok, hogy most mit húzunk el? Általában igen, így szokott lenni. Kicsit kibővíteném, hogyha nagyon sok időnk van gondolkodásra, akkor ilyen eszement dolgok szoktak az eszünkbe jutni, hogy Dodó, felkelünk reggel, akkor mit csinálunk? Gyerünk el, gyorsan húzunk el valamit, oké. És akkor leakasztunk egy-két autót parkolóba, meg innen-onnan, és akkor megvan a reggeli edzés. Hát de egyébként nagyjából így képzelem el, hogy van ez, ugye a kamionosoknak ugye a tahográf miatt nem mehetnek időtlen időkig, és ezért ilyen kamionos parkolóba leállnak. És ott áll egymás mellett a török, meg a lengyel, meg a bolgár kamion, hogy mit tudom, van, éjszaka így átrendezitek? Vagy... Igen, átszoktuk általában. Így járunk parkolóban, és nagyon felemelték az üzemanyag árat, inkább megsporolják azt a kiállási üzemanyagot, amikor mi kihúzzuk őket a parkolóból. Óriási. De ezt tényleg ezt lehet gyakorolni? Tehát vagy Dubajban úgy gyakorolsz, hogy rákötöd a kötelet a Burj Al Arabra, és úgyse tudod elhúzni, legalább edzésben vagy. Ellentart. Nem, Burj Khalifára szoktuk rákötni, mert ott egy kicsit látjuk is, hogy már egy ilyen jó 2-3 centit meghajlott a legcsúcs. A Burj Khalifa csak a hallgatóknak mondom, hogy a legmagasabb torony a világon, ugye? A legmagasabb építmény. Igen. Na, egyébként most 3 kamion egymásba fűzve, itt olvastam, hogy az előbb mondogattam mindenféle súlyokat az Airbusszal kapcsolatban, a 32,4 összsúlyú 5 teherautós, akkor a 96 tonás vízszállító. Ez a 3 kamion, ez most súlyban ezeket übereli, vagy ez valami más történet most? Nem, nekem jelen pillanatban
Ez nem világrekord lesz, hanem magyar rekord. Aha. Mert van egy olyan, hogy 4 darab kamiont húztam még 2010-ben Kiskörösön. Annak az ösztömege volt 50,5 tonna, de viszont azt nem foggal húztam, hanem teljes testtel. És van egy másik rekordom is, amikor foggal húztam 32 tonnát, azt itt Magyarországon. Az volt a 40. magyar rekord kísérletem 2016-ban, azt hiszem. És a rekordregisztrátor megnézte a Sebestyén István Ariel Zsiráf, hogy melyik rekordot döntöm meg, és végül is van jelen pillanatban 3 olyan magyar rekord, amit egybe most ebből az egyel meg fogok dönteni, mert anno 2008-ban lehet, hogy emlékeztek, hogy mi indultunk a Csillagszületikbe anno a Big Family-vel. Igen. Néven. És akkor hároman előtte elhúztunk 3 darab kamiont, ez egy nagy rendezvény volt még anno Szegváron, egy ilyen erős show, és az a 3. rekord, amit most én szerdán megpróbálok megdönteni, végülis 3-1 rekord lesz majd, ezzel, hogy én foggal 3 darab egymás után kamiont fogok elhúzni. Az ösztömege a 3 kamionnak 16-17 tonna közt van per darab. Aha. És mivel ez egy kicsit kevés, meg tudod, az üzemanyag, az körülbelül olyan 1,5 tonna üzemanyagot lehet számolni darabonként a kamionokra. Erre még, mivel én szeretem a kerek számokat, ezért úgy döntöttem, hogy ilyen 8-10-10 pár rakrak még rá lesz a kamionokra, még pluszba pakolva. És akkor mennyi jön össze tonnában? Hát tonnában szerintem közelítünk az ilyen 80 tonna környékére. Azt a mindent. Figyú, foggal, én most láttam itt. Miért nem gyártatsz le egy ilyen fogadaptert, hogy legalább kényelmesen legyen a szádban? Látom, hogy te tényleg ráharapsz erre a nagyon durva kötélre, ami nyilván nehezebb tartani, mint hogyha lenne valami tényleg a foggazatadra gyártott ilyen gumiadapter. Gondolkoztam rajta, mert sokan annak tanácsot arra, hogy csináltassak egy olyat a kötél végére, mint a boxolóknak. Igen, a igen, arra gondolok. És arra harapjak rá, de utána meg, tudod, jön a kritika, hát neki könnyű, mert arra ráharapott. És akkor ja. inkább maradok annál, hogy megfogom a kötelet, ráharapok és húzok. Ennyi szokott lenni a technikai előkészülete az egésznek, és nem tudnak abba belekötni, hogy most egy golyó van rajta, és azt tartja a szájába, van egy ilyen adapter, azt tartja a szájába, egy sima kötél, és hajrá. Ja, most az előbb itt hülyéskedtünk a Burj Khalifával, meg a török kamionparkolóval, de erre hogy lehet edzeni? Tehát amikor nem áll rendelkezésedre éppen 3 kamion. Hát akkor általában technikai edzéseket szoktam csinálni. Ehhez elég úgymond egy kisebb autó is, amikor a helyes pozíciónak a begyakorlását szoktuk megcsinálni. Azaz a lábizomerő, azaz a tolóerő, helyes pozíció helyezése, és onnan, hogy meddig kell hátradőlni ahhoz, hogy a foggal lebírja adni a megfelelő erőt az elhúzott tájra. Hol fáj a legjobban? Tehát amikor nekiindulsz, bedöntesz, látom, hogy ott gyakorlatilag hátradőlsz, és a lábad befeszül, mid fáj ott akkor a legjobban? A lábad, a fogad, a fejed, a nyakad? Ami a legnagyobb terhelést kapja, az a fejbólintó izom. Ez vagy a fejbiccentő izom. A nyak, az, ami hátul van, a nyakon, ugye? Igen. Az kapja a legnagyobb terhelést. Azon kívül a fog is az állkapocsnak a záró részére összpontosul még a legnagyobb, mivel szorítani kell a kötelet. A fogaddal. Igen. Hogyha nincs megfelelő szorító erő az állkapocsnak, akkor kicsúszik a kötél a szádból. Szóval így el kell viselni azt a fájdalmat, hogy majd leszakad a fejed, pluszban még az állkapocsod is ki akar szakadni, és akkor ez így összességében elég kellemetlen. Nagyon jó. Igen. És mi szerda reggel milyen fogápolási rutinod lesz majd? Hát mindenféleképpen fogmosással kezdjük minden nap. Jó, hát az jót tesz. Igen, megeszünk egy pár almát előtte, meg ilyenek.
nyerágunk egy csomó drágót. És egyébként a fogorvosod mit szól ehhez? Már bocs, hogy itt a fogakra megyek rá, de... Nekem itt Magyarországon nincsen fogorvosom. Kerestem már egy párat, de nem lehet velük düllőre jutni. Miért nem lehet velük düllőre jutni? Ezek szeretik a készpénzt. Hát azt nagyon szeretik, igen. De kint az Egyesült Arab Emírségekben, vagy Dubajban, vagy akár Fujairán, ott van három fogászat is, akikkel így együtt szoktunk dolgozni. De nem így... lazul ki a fogad? Hát az mégis a gyökereivel nem. Ott van valahol az állkapott csontban, tehát ez nem lazul ki, és neked van tömésed, koronád, bármid? Semmi nincsen. Nekem kettő fogam hiányzik, mert azt ki kellett húzatni még annó gyerekkoromban. Na, oda lehet beakasztani a kötelet. Oda igen, elég nehéz lenne egyébként beakasztani, mert azért már majdnem össze van nőve. A két fog, ahonnan kihúzták, szóval oda nem nagyon bírnák semmit se beakasztani, még ha lehetne se. És egyébként van egy olyan problémám, hogy a legutolsó rekordkísérletemnél kint, amikor a nagy tűzoltó autót húztam, a vízszállítót, akkor egyszerított a fogam, hogy a főső, mit tudom én, hányos számú zárfogamból letört a negyed része. Szóval, hát ehhez kell az emírségekbe utazni, hogy lecsiszolják majd. Igen. Ja. És akkor tetetek fel ilyen vasfogokat. Figyelj, Pope, egyébként Dotti ott lesz szerdán? Igen, ő is ott lesz. Ő is ott lesz. Aha. Ő is ott lesz. És mi is ott leszünk, mit szólsz ehhez? Az nagyon. Na, nem, komolyan, ráizítottuk a Dénes Tomit, hogy ő, drága kollégán, kimenne a helyszíne, és akkor mi ezt, hogyha benne vagy, akkor közvetítenénk hangban és kamerákkal ezt a kísérletet. Hol lesz, mi a helyszíne ennek? Ennek van egy, ja, egyébként még annyit elmondanák a kamionokról, hogy ez három vadonatúj kamion lesz. Tehát nem rozsdás, értem. Nem rozsdás, nem fog kiesni a kereke, meg ilyen egyéb nem nincsen rajta. És most pénteken volt egy ilyen próbám, hogy elpróbáltam húzni, de csak kettő kamiont, és annak a kettő kamionba annyi méter van, amennyit én belehúztam egyébként. ez a 10-12 méter van, szóval nagyon jó gördülnek az autó. Ez egy nagy teherfuvarozási vállalatnak a telephelyén lesz, a BH-s transz telephelyén lesz, és oda várlak akkor benneteket. Oda mindenképpen megyünk, akkor szerdán reggel, ez hány órakor lesz? Akkor tudjuk nagyjából, hogy tudjuk műsorba tűzni. Ez reggel, mi már 3:47-kor ott vagyunk. Jó, akkor az tök jól fog működni, hát tízig megcsinálod. Szerintem ez a... Persze, hát addig megpróbálom megcsinálni. Jó, még ha többször is kell, akkor 10 órára biztos végzem. Rendben, oké, Dénes Tomi megy, akkor találkozunk szerdán adásban, jó? Oké. És Dottinak egy nagy pacsi innen a stúdióból, hát nagyon izgulunk, kíváncsiak vagyunk. Én is izgulok egyébként, mert most járok még ilyen kezelést, mert a nyakizomnak van egy kis... fáj egy kicsit a nyakam. Ó, kis flektorkrémmel be kell izélni. Az minden este is flektorkrém, meg ilyen egyéb ilyen akár. Csodaszerek, varázsszerek, meg ilyen, de egyébként... Nálunk a Lacika tud nagyon jó nyakat masszírozni. Igen? A vizuál szakemberünk, igen. Te ott leszel szerdán? Én leszek a flektor. De elmész szerdán? Ott leszel? Persze, ott leszek, és akkor megmasszírozod a Popeyt. Jó, tökéletes. Na jó, köszönjük szépen, akkor szerdán mindenképpen addig a Gyurival megbeszéled a részleteket, jó, hogy hogy legyen. Jó, rendben. Oké, köszönjük szépen, Sinka, Popper, Zsolt, szia Zsolt, jó reggelt, hello, szia. Gyerekek, ez a fog téma, én nem tudom, hogy kinek, neked mit van? Van koronád, hidad, pótfogad, én csapod? Minden, én végigpróbáltam az összes termékét a fogászati iparnak, és azt gondolom, hogy némelyikkel nagyon elégedett vagyok. Jó, de nekem is van egy pár koronám, van néhány tömött fogam. Gyuri, neked mit van a szádban? Nekem egy tömött fogam, meg a nyelvem, ennyi nagyjából. Jó, hát te most felvágsz? Nem, de büszke vagyok, igen. Büszke vagyok a fogápolási technikára. Ez nem, ez genetika, semmi fogápolás. Évi? Tömött fogaim vannak. Az a még lehet. Jó, és szoktatok, nem tudom, vagánykodni a fogatokkal? Dehogy is. Hát gyerekkoromban. Az mit jelent? Este elmegyek bulizni, egy kicsit megmutatom a fogam a világnak. Ezt nézzétek, fogak! Jézusom! Nem, mert rengetegszer van az, hogy az ember a fogával akar valamit megoldani. Az egy hülye. Nem hülye, de sokan vannak itt. Mint a pisztáciát. Pisztácia, nagyon jó, vagy egy zsinort el kell rágni, mert éppen megvartad horgászsinorral a zubbonyodat, és nincs olló. Évi? Nem vartam mostanában zubbony.
És sima sörnyítás, Gyuri? Hát még nem próbálkoztam vele, bevallom, ez mindig félelmetesnek tűnt. Na jó, igen. Akkor ilyet szeretnénk a hallgatóinktól kérni, hogy mi volt az, amit a fogaid segítségével próbáltál megoldani, és pórul jártál? Szerintem ez szerinted ilyen? Hány letört fog van csak sörnyítás miatt? Csak rengeteg. Tudok hármat a barátaim közül. 0620-22-22-122. Ez a Bocskor! Ó, gyerekek, 39-1 perc múlva annyi fogtörténet jön, hogy el sem hiszitek. Előtte a traktorosok is írnak azt, hogy a traktoros azért megy az úton, hogy az őt követőknek megtermelje az élelmiszert, az etanolt, az étolajat. Hát traktoros, azt a földön termeld meg, ne az aszfalton. Igen, tehát sokkal rosszabb a hozam az aszfalt. Nagyon rossz az aszfalti hozam. Igen. Hagyjátok azt a gumiadaptert, inkább adjátok meg az elérhetőségemet, üzeni Szili a fogtechnikus. Nagyon jó. Várjál, Szili, hát fogorvosunk is van mindjárt. Sziasztok nektek, traktorosként mondom, próbálj meg te a személyautóddal átmenni egyik területről a másikra, hegyen keresztül, Gábor. Hát nem, a személyautó azért van, hogy... Hát az aszfalt miatt csinálták a személyautót, semmi szükség nem volt a személyautóra, még nem volt aszfalt. Hát így. Azért logikailag tegyük már rendbe ezeket. Köszönöm, Laci. Na, itt jönnek a különböző fogbalesetek. Oh. Azt mondja, hogy fogammal akartam a Celluxot elharapni, és az rátapadt a teljes alsó ajkamra, amit letéptem óvatlanul, így az alsó ajkam felső bőrrétegét is. Áron. Igen. A Celux az általános, az a Facebookon is Szabolcs írta, hogy például nagyon rossz, amikor elharapod és torokra veszed. Tehát pont akkor veszel levegőt, torokra és így egy csík így... Sziasztok, a ruhákba vart címkék műanyag akasztóját mindig foggal haraptam el. Egészen addig, amíg egyszer véletlenül lenyeltem, de megakadt. Azóta olót használok. Taxi Zsófi. Akkor szilveszteri buliban kitépték a nyakamból az aranyakláncomat, kitágult a karika az akasztónál. Foggal akartam összébb nyomni, sajnos az nem aranyból volt. Kitört az egyik metszőfogam egyik darabja. Kétszer próbálták, már egyszer egy hétig bírta, utána két hónapig. Akkor száraz csöves kukoricát fúróba fogva lemorzsolni. Ne. Sziasztok, tegnap előtt a kulcstartóm logó kis figurám leesett, és így gondoltam, a kitágult fény kis láncszemét majd foggal visszafeszítem. Nem kellett volna, letört egy kis darab a hátsó fogamból, és... Ezt hallgatni is szőr. Ott ment el a kedvem a kulcstartótól, és szép napot, Ricsi a bútoros. Akkor sziasztok, én egy transformátor vezeték szigetelését távolítottam el foggal. A baj csak az volt, hogy előtte elfelejtettem áramtalanítani. Ne. Hülye. Csattant a fogsom rendesen, jó a műsor, Zeppelin. Na még egy. Én egy fatiplit akartam kihúzni, az első fogam bánta. Mi a falból? Oda se férsz az orroddal, vagy miből? Nem tudom. Na jó, gyerekek, képzeljétek el, hogy jelentkezett egy fogorvos nálunk, aki azt mondta, hogy ő Popeye fogait rendben tartja, vagy megnézi. Tartaná, ha úgy van, visszatudja csinálni. Oké, itt van velünk dr. Horváth Gergő, fogorvos. Szia Gergő, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok. Jó reggelt! Gergő, akkor ezek szerint hallottad is, hogy mire készül ez a drága jó Popeye. Ez fogorvosi szempontból mennyire aggályos? Hát alapvetően ez már a fogaknak a vagyis rendeltetésszerű használatát abszolút kimeríti szintén. Ez inkább azt mondom már egy ilyen olyan extrém igénybevétele a fogaknak, ami azért könnyen problémát okozhat. Tehát abszolút mindenképpen javaslom neki, hogy akár rekordkísérletek előtt egy általános átnézés szempontjából megjelenjen fogorvosnál. Mert hogy ugye a fogak, ugye azt láttuk a röntgenképeken, gyökerekkel kapaszkodnak gyakorlatilag a csontba. Ezek szalagokkal rögzülnek, tehát nem a csonttal vannak közvetlen kapcsolatban, hanem szalagokon keresztül. Tehát egy alapvető minimális mozgathatóságuk van a fogaknak. Ezek ilyen szempontból... akár ezek a szalagok, ha elszakadnak és megszűnik a kapcsolat, így a fogak meglazulhatnak és ki is eshetnek. Igen, amikor ő szájba vesz egy ilyen viszonylag vastag kötelet és elindul a húzás, akkor ugye mindamellett, hogy nagy erővel ráharap, tehát fentről lefelé és lentről felfelé összeharapja, igen. Szorít, tehát az erő, és ugye van egy vízszintes, tehát amit gyakorlatilag amit a szájból kifelé húzná valami a fogat, tehát egy ilyen erő is hat. Ez deformálhatja egyébként a fogazatot? Hát alapvetően kvázi mint egy fogszabályzás, hogyha ez egy állandó ilyen irányú terhelés kaphat valamilyen szinten, igen, gyakorlatilag még jobban előre dőlhetnek a fogak. Főleg ugye a metszőfogak alapvetően azért alakultak ki, hogy a táplálékot megragadjuk vele, vagy valamint a szemfog, hogy leharapjunk vele, míg az őrlőfogakkal az a gyakorlatilag azok a tápláléknak a felaprítása a lényeg. De
alapvetően az alapfunkcióikus a metszőfogaknak, hogyha ő ezzel ott fog rá kötélre, akkor megegyezik, de alapvetően deformálódhatnak, igen. Melyik rész van a legnagyobb veszélyben? Tehát itt a törés a legnagyobb veszély, vagy amit mondtál, hogy a lazulás? Hát attól függően, hogy mondjuk ezek saját fogak, és nincsen semmilyen pótlás rajtuk. Úgy hallottam, hogy nincsen neki pótlása, igen. Tehát a saját fogai vannak. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy valószínűleg mivel én láttam már Zsoltról képet, egy úgynevezett masszéter típusú ember, akinek nagyon erős rágóizomzata van, így a csontozata is sokkal erősebb. Így azt gondolom, hogy kitörik a foga az álcsontjából, azt nem valószínűsítem. Gyakorlatilag annál neki sokkal erősebb csontozata van, de nyilván azt gondolom, hogy nem egy átlag anatómiával rendelkező emberről beszélünk. Hát mindesetre izgulunk érte. Gergő, maradhatunk kapcsolatban? Tehát bármikor Zsoltnak szüksége van egy ilyen kis fog checking, check-upra. Nagyon szívesen segítek neki, hogyha ezzel mi hozzá tudunk járulni az ő rekord kísérleteihez, akkor nagyon szívesen segítek szuper. Neki. Óriási vagy. Köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél. Nagyon szívesen. Köszi, dr. Horváth Gergő, fogorvos. Szia! Sziasztok! Hello! A gondolattól is már libabőrös leszek. Iszonyat. Mint egy természetes fogszabályzás. Semmi más nem látok. Csak egy fogszabályzás, de egy év alatt történik, igen. Ez meg egy pár másodperc. Nagyjából 30 másodpercet megoldja. Képzeld el, amikor elmegy a Pope izé fogat húzatni, és mondja neki a fogorvos, de már kim van. Legyen szíves, ne tartson már ellen, jó? Ez nem jó, mind a kettő húzzuk ellenkező irányba. Jó, egy hangcsapdát játszunk még a hírek előtt, szerintem most hívjatok. 0620 22 22 122. A Retro Rádióban. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 6 perc múlva. Akkor játszunk, de előtte azért van még fogorvosos. Garanciát kértem a fogorvosontól, hogy ne robbanjon fel búvárkodáskor a tömött rágófog, mint az egyik merülőtársamnak. Megcsinálta, robbanás biztos. Na, Vigabi. Nagyon jó. Volt olyan ismerősöm, aki mondta, hogy búvárkodott és puff. Az hát hogyne? Hát hogyha egy töméskor ugye egy nagyon pici légbuborék vagy valami marad, akkor az légnyomás különbségkor tud tágulni. Na, igen. És az tud robbanni, és ez ugye a vadászpilótáknál is előfordulhat a hirtelen légnyomás változáskor és a búvároknál épp úgy. Aha. Jó, ez az egyik, akkor bocskor, a közút nem magánút. A traktor közlekedhet rajta, ha csak tiltótábla... Oké, fontoskodó. Figyú, tudom, hogy a traktor közlekedhet rajta. Tudom, hogy nem illegálisan közlekednek, csak hát én szeretném, ha nem közlekedhetnének. Aratáskor a kombájn is útban van neked? Hát amennyiben az közúton van nagyon. Hát nagyon útban van. Nem és kicsit. Aztán amúgy elférnek, tehát hogyha a földön este csinálja a helyén, akkor úgy megvannak egymás mellett. Aztán meg este csodálkozik, hogy alig sikerült valami búzát learatni. De rengetegszer látom, hogy szántóföld van végig, és ő rámegy arra az egyetlen egy kis cérnavékony országútra, ahol én közlekedek arra, jön valaki a szembesába, és ő rámegy. Miért nem megy mellettem? A földön. Évi, mondd meg te. Mert ott az árok nem fér el, nem mehet át az árkon, nem mehet az árokban. Hát az egyetlen jármű, ami az árokból ki tud jönni, az a traktor. De hát nem az a dolga. Na, én elnéző vagyok. Mi a dolga a traktornak? Mert akkor menjünk rá arra. Tegyük már ezt tisztába. Mi a dolga a traktornak, Évi? Na, te jössz, na. Hát... Ne hátőzzél. Mi a traktor dolga? Hogyha adásba, érted, szóba hozod, akkor azért... Én hoztam szóba, ti hoztátok szóba, én csak védem a becsületüket, mert békési lány vagyok. Mi őket? Igen. Békési lány vagy, és ott? És ott aratnak. Kész. Ez hol aratnak? Az aszfalton? Ez az életrésze, tavasszal. Az aszfalton aratnak? Nem az aszfalton. Na, hát oda kívánom. Menni, ahol aratni kell. Pontosan, oda. Tudom, az árkon keresztül tudom. Hát kevesebb az aszfaltos út, mint az aszfaltmentes út. Miért nem mennek a több, ahol több van belőle az aszfaltmentes úton? Uh-huh. Gyuri, hívjál már fel egy traktorost, engem, és akkor engem ne keverj ebbe most bele, Évi, léci. Ez a te harcod. Ez a te harcod, Évi. Kivel játszunk? Márkkal. Hello, Márk, jó reggel, szia! Szia! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Jaj, Márk! Csak békésben állnak félre a traktorok, az Évi mondta. Igen, ott félreállnak, de máshol fejek. Nem. Uh-huh. Így Győrben nem. Ugye, Márk? Azért mondom. Győr, érted, iparváros, az ott traktorok mit keresnek egyáltalán? De ott gyártják, az kiengedik őket. És már elég nagy.
De Márk is bosszankodik ezen. Márk, amúgy mivel foglalkozol? Az autóba ülök egész nap. Reptéri transfer, meg nemzetközi szállítás. Ja, de a győri reptér? Hát Győrből inkább Svehátra járok. Ja, Svehátra jársz. Aha, oké. És személyt szállítasz, vagy mást? Igen. Aha. Igen, nem. Most azon töröm a fejem, hogy aki ott Nyugat-Magyarországon lakik, azok többnyire egyébként inkább Svehátról repülnek. Hát, több értem. Hát Győrből kézenfekvő, mert sokkal persze előbb lehet itt lenni, illetve ott lenni. Igen, te. És akkor ti egy ilyen személyszállítás szolgáltatás vagytok, és ezt csináljátok, nem? Így van, aha, így van. Ez persze megvolt ez a dolog halva most tanáig, talán most már visszaerősödik. Ja. Szerintem Gábornak teljesen igaza van, üdv Tibor. Tibor, nagyon-nagyon kedves hallgatóm vagy te. Jaj már! Már kezdjünk el játszani, mutatjuk neked a hangot, rendben? Várom. Tessék. Rengek időleg halverol, lom mindek, és lesz én az ját mag, és én most célik, hogy a mások rengek sengben élete verse jobb legyek. Életem én üvelenyző versetem, világem avny az éves, és saj... Van egy tippem. Igen? Talán a Magdira gondolok, Rúzsa Magdi. Igen, nagyon jó. Versenyző voltam világéletemben, nekem a verseny az életem. Én az idővel versengek, én saját magammal versengek, másokkal versengek, és célom mindig, hogy a legjobb legyek. És tényleg, az idővel verseng egyszerre szül három gyereket. Jaj, Laci, aztán ez már tényleg hülye analógia. De igaz. De igaz. Én nagyon bírom Magdit egyébként. Így van. Na, szuper, fiú, bocsi-zacsi lesz az ajándék. Mi az, ami belekerüljön? Mindenképpen kéne bele egy kulacs, és azt a kislányom fogja majd szerintem használni. Nagyon jó. Mert már ő is titeket hallgat. Én meg időtlen idők óta is olyan rég nyertem, legutóbb még Music FM-nél, hogy nem is tudom. Most már ideje volt. De kitaláltam, hogy mai születésnapomra ezt megkapom. Ma van a születésnapod? Bejött. Igen, köszönöm. Ne hülyéskedj. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sweet Mark. Happy birthday to you. Köszi, remélni sem mertem. Ja. Na jó van, akkor megy a kulacs, meg minden. Krisztia felépül, akkor majd fölhív és elkéri a címedet. Jó, köszönjük szépen már. Köszi, sziasztok, szép napot. Szia, szia, szia. Na, jövünk vissza nem sokára, és Vokci szeretné folytatni azt, amit pénteken hagyott abba, a túlélési tippek. Igen. Zord helyzetekben. Bárhol vetődik az ember utazásai során a világban, Vogának van egy biztos tippje, hogyha bajba kerülsz, akkor hogy mest ki magad? Mennyire életszerű dolgokat beszéltünk meg eddig, ha beleesel a vízbe a Niagaránál. Ja igen, hogyha zuhansz, akkor hogyan, milyen formában kell rendezni a testedet, hogy ne halljál meg, de legalábbis igen, maradandó. Igen, futóhomokból hogy tudsz kimászni. Ez a kettő. Igen. Én azt mondtam, hogy nekem ennyi elég a túléléshez, de Voga azt mondta neki, vannak még tippjei. 9 óra 14 perc, itt vagyunk újra, és jó reggelt újra. Jó reggelt, Laci! Jó reggelt, bocsi, sziasztok! És Gyuri is. Jó reggelt, sziasztok! És szia, Évi! Sziasztok! Hello. Jó reggelt! Ez a traktoros dolog, ez úgy látszik, hogy sok-sok véleményt generált. Szia, bocsi, és mi van akkor, amikor a traktoros az útra hordja a sarat? Nem érdekli, és balesetveszélyes is. És az el is kéne távolítani egyébként a sárfelhordást. Igen, az kinek a dolga? Azt a sarat, amit felhordasz, eltakarítani. Nem tudom, csak kérdezem. Aki felhordja, annak? A telephelyre való közlekedés nem tudják másképpen megoldani, csak közúton, üzeli Tibi. Mi nem ott van a telephely, ahol dolgozni is kell? Így van, és mi nem lehet ott hagyni éjszakára a traktort? Még kell mindig hazavinni? Igen. Na, igen. Annyi kérdés merül föl. Igen, nagyon jó kérdés. Nekünk kérdések. Kéne ezeket megválaszolni, traktoroskáim. Üdv, most kapcsolód... Jó, ez kicsit sok. Most kapcsolódtam a műsorhoz, az még nem lenne baj, hogy a közúton, de felhordják a trutyit, sarat, és az ott is marad, üdv mindenkinek. Jó. Igen. Sziasztok, traktoros azért megy az úton, mert haladósabb, mint a földúton, illetve a traktor nem zúg, nincs mit egyen a városi. Na most már ezt álljunk le ezzel, nincs mit egyen a városi. A városi tudja, hogy mit, vagy miért kerül a táplálék az asztalára, de... Azt mondja, azért megy a traktor, ezt figyeljétek, az úton, mert haladósabb. Neki igen, gyorsabb ő tud neki. Öttel többel menni, mint a földúton, de mi meg megyünk 40-nel kevesebben. Biciklisek is mindig erre hivatkoznak. Igen.
Akkor várjál. Számtalanszor találkozom traktorokkal és egyéb mezőgazdasági járművekkel, a 8-as főúton pedig ott tábla is tiltja. Hoppácska. Rá kéne nézni, srácok, a 8-asra. Lenne fogás. A cinta hételején nagyon be van vitaminozva. Ugye? A mezőgazdasági vállalkozások pont azért kapnak jövedéki adóvisszatérítést a gázolajból, mivel elvileg nem a közutakat használják. Kár, hogy közben az összes szorgalmi utat beszántották, mi meg ott toporgunk mögöttük, üzeni Joel. Szolgalmi ezt te tudtad, Évi? Békés megyei kislány. Én nem fogadnám ezt el így fenntartások nélkül. Nem tudom, hogy így van-e, de itt nézni. Valaki igen, állítja azt, hogy adóvisszatérítést kapnak a gázolajból, mert hogy nem a közutat használják. Nem tudom, hogy így van-e, csak mondom, ezt írja egy hallgatónk. Egyébként meg lehet nézni egy traktor a menet idejének hány százalékát fordítja közúton való közlekedésre. Hát lehet, hogy, hogy az 3% az övé, igen, csak az az én nyaralásomnak a mínusza, ja. Amíg én odaérek Siófokra. Őrület. Azért a friss kenyér ez jó, igaz? Bár mondjuk autópálya, elmegyek Siófokra. Szerintem az Évinek van valami traktoros rokona. Kezd úgy festeni. Igen, az Alföldön előfordul ez. Na jó, megbeszéltük a traktoros kérdést? Hát majd később meg visszatérünk. Nem, én most szeretnék túlélni Vogával, mert nekem jó, ez, imádtam ezt a témát. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey, Voga merre van? A vonalban Voga processzor. Hello Vokci, jó reggelt! Boldog jó reggelt mindenkinek. Hát neked is. Hú, gyerekek. A legnagyobb túlélő szerintem ezen a héten a Laci lesz. Ez a mondat, na traktoros káim. Én nem mennék ki az utcára mostanában. De a Laci arra bazíroz a Laci, hogy őt nem ismerik meg. De... Dehogy nem. Majd a motorosok megvédenek. Itt jön a traktoros káim, Laci. Figyelj, jó téged a motorosok. Jaj, hát Voga, viszem tovább a lángot, Voga. Oké, rendben van. Meg azért egy városi dugóban, egy közlekedésben nincs mellette egy traktoros, aki leugrik a traktorjáról és jól megveri. A közúton meg a Laci mindig gyorsabb. Tehát, én szerintem a traktorosok megtalálják, a Laci bármerre is jár. Na, figyeljetek, de hát végül is nézzétek, Lacinak segíthetek a menekülésben, mert most pont arról lesz szó, hogy hogyan határozzam meg egyszerű módszerekkel a helyes égtájakat. Tehát, jaj, tudod, ez jó. Ha a traktorosok északról jönnek, akkor te tudjad, hogy délre kell menekülni. Ez már is használható. Hallgatom. Na, kérlek szépen, mondjuk tételezzük fel, hogy vagy a sivatagban, vagy erdőben, ezek a szokott helyek, tudod, őserdő, esőerdő, vagy sivatag, vagy a tenger közepe. A lényeg az, hogy nem tudod merre menekülj, és neked tudnod kell az irányt, mert tudod, hogy honnan érkeznek, de ugye nem tudod merre van a onnan, igen. Meg a honnan. Igen. És van nálad egy karóra például. Ez egy piszok jó dolog. És a karórád, ami természetesen analóg karóra kell, nem pedig... Igen. Nem Apple Watch, igen. De lehet... Mert abban van iránytű, igen. De lehet az is. Igen, csak nincsen, hogy is mondjam... Térerőd, igen. Na tehát ott állsz, szerinted hogyan fogod meghatározni, hogy merre van a bizonyos égtájak a fontosabb? A tengeren gondolom a csillagokból kéne tudni. Ne a csillagokból, ősz a tengeren gumivatracon, igen. Ja, és nappal van. Hát igen, én, nézed, ha most itt spontán bedobnál egy tengerbe, és éjszaka van, és én egy gumimatracon vagyok, én nekem, és csillagos ég, fogalmam sincs, hogy mit kezdjek a csillagokkal. Hát nekem főleg a szextáns nincs nálad. És főleg a szextáns nincs nálam, igen. De tudom, hogy a karórával, a mutatóival valahogy meg lehet határozni. Igen. De nem tudom, hogyan. Jegyezzük meg. Tehát az a lényeg, hogy a kismutatót azt a nap felé állítod. A hülyék úgy szokták, hogy addig tekergetik a kismutatót. Oké, most mondjuk az a LED lámpa a nap, mert most itt a stúdióban szimulálom, igen? Igen, tehát igen. Fogod a kismutatót, és úgy forgatod a kezedet, annélkül, hogy átállítanád az órát, hogy a kismutatót a nap felé nézzen. Oda nézzen. Megvan? Meg. A nap felé álló kismutató és a 12-es közötti szögfelező az adja meg a déli irányt. Tehát még egyszer, arra van kismutató dél. A nap felé, és a képzelj el, hogy a 12-esen van valami, igen. Egy szaggatott van, és a kettő szögfelezője az mutatja meg, merre van. Akkor arra van. És timmel. A hangszóró felé van dél.
Igen. Na, ugye, vagy mondani. Ha van ott egy hangszóró, akkor könnyebb, de... És ez például a stúdióban mindig működik, mert mindig ugyanott van a lámpa, és mindig ugyanott van. Mindig ugyanott van dél. Jó, dél is mindig ugyanott van, de ez fontos, igen. Ez tényleg működik, ez igaz? Igen. Ez igaz, igen. Még azért két dolog, ez csak az északi féltekén működik. Ja, ez mind és a... ráadásul ez téli időszámításnál, tehát ugye, hogyha most nézzük, akkor ugye a dél nem ott van, ugye, hanem egy órával odébb, igen. Ja, tehát ez értelemszerűen igen. Aztán igen. Ugye jönnek a hülyék, hogy honnan tudod megállapítani, hogy melyik féltekén vagy? Hát ugye ez egyszerű, az már ugye a bocskor módszer, tehát ledugod a négy pálcát, rá a nejlon, tudod, középen a kő, belepisálsz, kiveszed a követ, kifurod a izét, és amerre fújik le az örvényből a Coriolis erő alapján megállapított, hogy az északi vagy a déli féltekén vagy, ugye? Hát amilyen hülye vagy, mert 50-50 százalék, hogy merre fújik le, mert tudjuk, hogy a Coriolis törvény erre nem hat, de próbálgathatod. Ez alapján megállapított. Ugyanis, ha déli féltekén vagy, akkor, hogy összezavarjam a társaságot, ez úgy működik, hogy a 12-est állítod a nap felé, nem pedig a kismutatót, és értelemszerűen itt fordítva van minden, a szögfelező, az pedig nem a déli irányt, hanem az északi irányt mutatja. Ezek fontos dolgok, egy életre érdemes megjegyezni, mert bármikor szükséged lehet rá. Ez egy nagyon egyszerű módszer. Hát főleg, ha amerikai filmszereplő vagy, mert igen. Ugye ott, amikor meglóg a gyilkos, és a rendőrök elkezdik üldözőbe venni, és akkor azt mondják, hogy egy fekete furgon dél irányába. Ez most, igen, amikor Budapesten vagy, akkor azt mondd már meg, hogy ezt hogy tudom megállapítani. Hogy tudom, egy piros Lada dél irányába. Ja, kész. Fogalmat hát, sincs. És nézik a rendőrök az analóg óráikat. Merre kövessék. Igen. De jó, hát itt van térerő, itt azért Laci, működik a dolog, tehát mert meg tudod állapítani iránytűvel is. Ja, én azt hittem, hogy eleve az lesz a módszer az analóg karórával, hogy amikor bemész a tengerbe, akkor még a parton észak felé állítod a nagymutatót, megállítod az órát, és akkor tudod. Megjegyzed a víztorony maga, vagy azért a világító torony, hogy merre van. Igen. Na, de érdekes, hogy még nem volt karóra, a vikingek ennélkül is tudtak tájékozódni, méghozzá úgy, hogy nem sütött a nap sem. Ugyanis nekik volt egy úgynevezett kristálykövük, kálcitkristály, kettős töréssel rendelkezett, napkőnek hívták, és két ilyen napkővel képzeljétek, a napsütés hiányában is meg tudták állapítani a helyes égtájakat. De ezt most nem mondom el, mert ez olyan bonyolult, hogy... Mondtad, hogy képzeljük el. Én sem értem, igen. Hogy kell ezt csinálni, mert nincs ilyen kövem. Na... Aztán vannak még teljesen egyszerű helyzetek, ugye például a legfontosabb, hogyha eltévedsz az erdőben, és érzed, hogy több napra ott ragadtál, hogyan kell WC-t csinálni? Tessék! Minek? Hát mert megijedtél. Most is WC vagy PC? WC, igen. Tehát, ugyanis a helyzet az, hogy ugye az ember csak úgy brunyágat jobbra-balra az erdőben, és akkor csodálkozik, hogy mindenféle vadállatok megtámadják pontosan, ugye, mert elárulja a kis szagáról, hogy ő merre van. Tehát szagmentes WC-t szóval... hogy tudok csinálni? De várjál, de nem úgy volt a tevénél, hogy azért pisilem körbe a tevét, hogy a vadállatok ne támadjanak meg? Tehát, hogy az egyfajta riasztó, nem tudom, illatanyaggal bír. Körbefriselt helyszín, ez csak azt jelenti, hogy itt vagyok. Ez ennyit jelent. Hát, ha jön egy oroszlán, és azt mondja, hogy szóval itt vagy, jó? Na mindegy, én ezzel bajban vagyok. De leeszi rólad a tevét, és előbb-utóbb te is sorra kerülsz. Az csak arra van, hogyha nálad kisebb állat jön oda, az ezt figyelembe vegye. De hát ez mondjuk... Jó, hol vagyunk most? Melyik erdőben? Most kérlek szépen, mondjuk egy argentin őserdőben vagyunk. Argentin őserdőben, és el akarom ásni, vagy szagmentesen tüntetni az ürülékem. Igen. Jó. Hát, mi előtte annak még ettél. Ez később nem probléma, nincs mit enned, tehát az nem lesz, de... Most az első napokban... Az első napokban, amikor még bennem van a Lufthansa-nak a kajája. Igen. Az. Na, azt próbáld meg szagmentesen. És már az összes kéteringet kiketted a repülőroncsokba, a többiek meg elszálltak.
Hát gondolom, hogy ásnom kell egyet, és beteletem, nem? Ha igen. Hát, hát mikor a repülőből elintéz, vigyél magaddal a kis ásót. Igen, ez a jó, mondjad vokciát, most már annyira felspannolsz. A lényeg az, hogy nem mindegy, mekkora gödröt ásol, érted? Tehát a minimum a másfél méterszel 2,5-ös, az a másfél méter, az a mélység, a 2,5-ös. Ez úgy nagyjából egy ilyen, én majdnem, hogy ekkora izét a emésztőgödröt ástam a kertben. Tehát és ez méri azt jel a vadállatot? Mert izé elkezd tisztelni, vagy miért? Félnek a mély dolgoktól. Igen, hú, ez mekkora gödröt ásol. Mekkora gödröt ásol, ez egy állat. Jézus, hogy medve. Puszta kézzel ekkora gödröt ásol, ez nem bánom, nem bántom. Igen, igen. Na, a lényeg az, hogy aztán utána fákat kell vágnod, és keresztbe ráhelyezned, ugye, egy ülőrést hagyva, mondjuk ezt izének, tojórudaknak, jó? Tehát, hogy mindent tudod, ezt tanultok már a tyúktartásnál. Tehát, hogy legyen mire felgugolnod, és oda lenyomni alulra. És még valamit nem szabad használod fertőtlenítőszert. Mert ha ott ragadt, akkor megint az történik, ugye, hogy a hasznos baktériumok, azok megdöglenek, és megint árad a kakaszak, akármennyire is lefeded, és akkor megint elárulod a helyedet, és akkor jönnek a vadállatok, ugye. Szokásos, ugye, hát itt mondjuk, hogyha mit tudom én, Észak-Amerika erdőben vagy, ugye, akkor a grizzly nem érdekes, mert ott akármit csinálsz, ugye, semmi értelme, tehát ott ugye tudjuk, a medvetámadásnál mindig be kell kenni magunkat a saját ürülékünkkel, ami könnyű, mert úgyis összeszaljuk magunkat, hogyha megijedünk. De érdekes, hogy itt meg pont az árul el bennünket, érted? Tehát még mielőtt nem jön a medve, azelőtt ne brunyálja, mert akkor elárulod magad. Én csak azon rögök, hogy várom a medvét, de ások egy 2,5 méteres gödröt, majd keresztfákkal csinálok magamnak egy rést, hogy én kényelmesen elhelyezem a kis popimat azon, de mindezt medvetámadás előtt. Meg úgy, hogy szorít a belem. Úgyhogy 2,5 óráig csinálod a gödröt, tehát valószínűleg nem leszel kész, mire te már be... Az biztos, így van. Na, a lényeg az, hogy hát a grizzlinél az, amit te mondtál, módszer, hogy a vízesésből van a leugrás, a Ferrero Rocher módszer, tehát, hogy nagyon kicsi szargömböt csinálsz magadból, igen. Az egyik. De semmi értelme. A fekete medvénél mondja, hogy esetleg sor kerülhet ütésváltásra. Értelek. Az egy kisebb testű medve, de azt írja a szakértő, hogy érdemes a konfliktusból kihátrálni, tehát nem ajánlott a verekedés. De ha mégis megtörtént, akkor kisebb műtétet hogy hajtasz végre a vadonban, ugye? Mert ugye azért a medve karmolás az esetleg elmérged a sebet, érted? Tehát hogyan fertőtleníted? Kiszívom. Hát keresek egy megfelelő növényt, aminek a levelével felitatom. Na jó, de hát az lehet, hogy nem vagy annyira tájékozott. Nem vagyok tájékozott. És mérgező növényt nyomsz bele, és egyből megbénulsz valamilyen szömörcétől, vagy akár. Akkor egy izzóvassal kiégetem a sebet. Uh-huh. Hát ahhoz tüzet kéne raknod. Jó, hát oké, majd biztos lejössz. Tüzet még csak egy módszer tudok, kiszopogatod a jégből a konkáv domború, vagy konvex domború lencsét, és a nap segítségével, tehát az őserdőben nincs jég. Ugye? Ez a két tanács nem jön össze, ugye? Igen. Na? Szóval, amivel te tudsz, hát igen, a megmaradt tűznek a hamujából tudsz. Tehát igazad volt, muszáj tűzni. Hamuvaros legyen. Igen, a hamuval mit tudok csinálni? A hamu fertőtlenít, képzeld el, mert az ugyanis, ha ráköpsz a hamura, az lugos lesz, ne? És az a lug az pedig kifertőtleníti a sebedet. Tehát kisebb műtéteknél, ugye medve támadás után érdemes, ugye, nézzét, a teleköpködött hamuval a sebeket fertőtleníteni. Hát óriási, nem? Én azt hittem, hogy ott fogsz mondani, amit a Rambóban láttunk, amikor a saját sebét összevarja. Na, hát nem áll, volt nála izzét varrókészlet. Volt is. A késnek a üzéje. Így van. Lecsavarható háttér. Nekem is van olyan egyébként, közben veled. De neked is van ilyen eszemizé, mindegy, milyen késed. Igen. Abban nem tudom, van varrókészlet? Nincs varrókészlet, de megvan még. Jó, helyes. Az nagyon tetszett nekem. Aztán, hogyan,
Hogyan főzünk szappant a dzsungelben, ez már egyszer jó, de most ilyen kéréseid lesznek? Hogyan csinálunk nutellát a dzsungelben? Tehát, ilyen is lesz majd, mert nem tudom a megoldást. A nutella már megvolt. Most pedig keresztszemes kötés a dzsungelben. Igen. Hogy a kedvenc falvédőnket hogyan hímezzük ki a dzsungelben? Hogyan csináljunk egy ízléses makramé faldíszt a dzsungelben? Hát az is a rambókés hátuljában rejtett varrókészlettel láncöltéssel meg lehet oldani, semmi probléma. Aztán van még, ami itt használható lenne, azt mondja, hogy igen, hővisszaverő spanyol fal, hogyha tüzet raksz, hogy ne menjen pocsékba a hőmennyiség az erdőbe, tehát ne fűtsed az erdőt fölöslegesen, mert az állatok ezt nem biztos, hogy igénylik, ugye ezt nevezzük erdőtűznek például, tehát hogy ezt megakadályozzad. Ez kész. Teringettét. Lesz még egy kör ebből? Nem lesz már, ezt akkor mondd el a pajzsodat. Hazudtam ezt is. Tehát a hővisszaverő spanyol falnak az a lényeg, hogy körbe kell venned, tehát spanyol falat kell készítened, és úgy kell a tüzet középre kirakni, és ezekkel hővisszaverőként jelentkeznek. Javasolja még az almafa levelet és a pukifóliát hőszigetelésnek, hogyha fázol. De hát a dzsungelben pukifóliát jobb, ha viszel magaddal, mert ott nem találsz. Az almafa meg marha ritka a dzsungelben. Ennyi. Na ennyi. Köszönjük szépen, mindez az argentin dzsungelben a grizzlik ellen. Oké, köszönjük szépen, Vokcikám, szerdán találkozunk. Öksi, baby. Na, csőkutya. Szia. Húha. Kemény volt. Minden tudunk, ami a túléléshez kell. Na jó, szerintem váltsunk témát, jöjjön a mai nap legjobb pillanat kollekciója, és ez ugye az volt a 90-es évekből, akkor nagyon nagy divat volt, bemutattunk egy pár slágert, amit mindenki ismer, és kiderült, hogy nem is ők énekelnek, akiket ismerünk a videoklipekből, vagy a tévéfellépésekből. És ez nem csak külföldön volt, így Magyarországon is nagyon sok zenekar volt, úgyhogy beszéltünk egy zenei menedzserrel, Jós Istvánnal. Ez a bocskor! És 10 óra lesz 4 perc múlva, hát tudjátok, az utolsó másodperceink. De nem baj, van még egy csomó érdekes hozzászólás, az, hogy a törőjte antitraktoros csinos párduc, megint jól indult veletek a hét, nagykozári fuvaros. Nem a antitraktorosak vagyunk, egyáltalán nem, hanem az, hogy... Hanem tényleg... traktor ellenesek, inkább nem, így fogalmaznék. Nem, hát hogy valakit nagyon felbosszantott egy hallgatót az, hogy mennyi? Hát, hogy 10 kilométeren keresztül traktorokat kellett kísérjen a főúton, és nem tudta megelőzni őket, és akkor ebből jött ez. Aztán kedves Gábor, üzenem a kedves kolléganőnek, hogy a taxisok semmilyen visszatérítést nem kapnak a benzinárból, taxis Andi üzen, és többen írták egyébként. Elhiszem, és sajnálom. Ja. Sziasztok, bocsi, jó volt hallani Vokcit a túlélési technikákat illetően. Emlékeztek még az Istenek a fejükre estek című filmre? A benszülött kisrác egy hosszabb deszkát emelt a feje fölé, hogy elriassza a sakálokat. Wow. Igen. És? Mi? Hát erre van egy magyar, hát nem, egy amerikai magyar módszer. Elforradtam, kimelültem, sakát hibáztam. Ja, emlékszem, ez szegény Zsófián szolgatotja ezt. Figyelj, Shane, inkább fogd ezt a deszkát és tartsd a fejed fölé. Mi? Hát aki erős, az... Érted? Hát, az fogja a sakát, és dur. És ha elfárad... Elforradtam, kimelültem, sakát hibáztam. Ennyiféle témát ilyen könnyen én emészthetően, de közben halál komolyan interpretáltatok ma is. Gratula, Joci a bordiller. Joci, ez már 4 napja nyomod ezt az SMS-t, most beolvastam. Ez nem most fogalmaztad. Holnap már küldj újat. Igen. Jó van, mindenkinek nagyon köszönjük. Évi, neked külön a lazacot. Nagyon szívesen, egészségetekre. Jaj, de jót reggeliztünk. Na jól van, és itt volt ugye a tiszaújvárosi Széchenyi István általános iskola rádióaktív stúdió, vagy a suli rádiójának számos képviselője, 4 felnőtt, 6 gyermek, és betolok egy mikrofont. Csak annyi, hogy tanultatok valamit? Jó volt? Nagyon jó volt, igen, ugye az egész műsor. Hát ilyen komoly rádióstúdióba én meg szerintem senki még sosem járt. Rengeteg mindent tanultunk tényleg, és nagyon köszönjük szuper a meghívást. De jó, hát nagyon szívesen, ne viccelj. És itt mindenki rádiós akar lenni egyébként? Én a média felé szeretnék mindenképpen terelődni. Tehát nem.
A többieknek, tudok bizonyos embereket, akiknek ez csak egy hobbi szeretne lenni, de mindenki élvezi. Aztán, hogy persze, ki megy pontosan a média felé, azt még pontosan nem tudjuk. Én per pillanat még a média felé szeretnék mindenképpen menni. Jó, helyes. Mm. Oké, szuper. Na, hát örülünk, hogy jól éreztétek magatokat. Iza fájt bennünket. Nyerges Iza. Így van, Icuka érkezik. Így van, mi holnap reggel 6:08. Viszlát!